Üdvözlök mindenkit! Ez a Jurassic Lore Hungary. Én Sanyi vagyok, és itt is lennénk a Jurassic Podcast második részével, és egy nagyon különleges személy most a vendégem, Arthur, de szerintem a legtöbben úgy ismeritek, hogy Purple Fright. Üdvözöllek! Szia! Sziasztok! Szia! Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy elfogadtad a meghívást. Megtisztelő! Amúgy én szeretnék ezzel kapcsolatban köszönetet nyilvánítani. Jó, az érdekesen lett megfogalmazva. Jó, van. De igazából ez pont egy olyan féle téma, amivel én igazából ugye a YouTube-on sose foglalkoztam, de ezt is annyira fanolom kb. Mint a Five Nights at Freddy's. Nagyon helyes, nagyon helyes. Igen, tehát ugye kedves Arthur ugye a FNAF-val foglalkozik, aki nem ismerné, bár nem hiszem, hogy van itt olyan ember, de azért, na, úgyhogy igen, egyébként nagyon jó videókat csinál, mindenképp iratkozzatok fel rá, ha még nem lennétek, szépen. De aki nincs feliratkozva, az nem tudom, mit keres itt, na mindegy. Úgyhogy ebben a podcastben az öt fő antagonista dinoszauruszról fogunk beszélni a Jurassic franchise-ból. Ezek ugye a Spinosaurus, az Indominus Rex, az Indoraptor, a Scorpius Rex és a Giganotosaurus. El fogok mondani a véleményünket különböző szempontok alapján, illetve a végén csinálunk egy rangsort, hogy szerintünk mi az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, így az antagonistákként, aki amúgy nem tudom mi az a fő antagonista, tehát a fő gonosz, röviden megfogalmazva. A szempontok igazából, amiket meg fogunk nézni, az a design, a viselkedés, vagy az agressziók per kegyetlenség, ez igazából ugyanannak is felfogható szerintem. Aztán a felépítése, úgy érte, hogy a filmben a felépítése, ezt majd meg fogjátok érteni, egyébként ezt még most nem fejteném ki, illetve nagyjából ezek a szempontok, és akkor utána egy ilyen kis konklúziót, még talán az intelligenciát, azt még talán belevonhatjuk, igazából majd kiderül, még talán az egy jó pont. Úgyhogy szerintem akkor kezdjük is, ugye? Kész vagy, Arthur? Persze, meg vagyok. Oké. Hát akkor a legelső az a jó öreg Spinosaurus. Ugye ő a Jurassic Park 3-ban tűnt fel, 2001-ben, és ő volt igazából az első ilyen fő antagonista, vagy fő gonosz dino, mert a parkban az elsőben ugye én nem nevezném ott a raptorokat annak, mert igazából csak a végén tűntek fel, illetve annyira szerintem nem voltak így a fő gonosznak beállítva, bár azokra még esetleg lehetne mondani, de mindegy, igazából önöket senki nem említi így bele. Illetve nyilván a T-rexeket sem említjük bele, mert ők általában mindig a főhősök. Az elvesztett világban meg pláne nem gonoszak, mert ott ugye ott az csak egy család, igazából ott az emberek vannak a gonosznak beállítva. Szóval a Park 3 hozta be először ezt a főgonosz dinót, ami hát nem biztos, hogy egy jó dolog, hogy vannak főgonosz dinók, de ez volt igazából az első. Úgyhogy akkor a design ról beszéljünk, és akkor kérlek, Arthur, hogy mondd, hogy te mit gondolsz a Spinosaurusnak a dizájnjáról? Most szerintem amellett egyikünk se fog elmenni, hogy azért nagyon nagy port kavart. Talán inkább úgy az elmúlt egy évtizedben, vagy az elmúlt években a külseje, mert hogyha jól emlékszem, volt egy National-es újság, ahol 2021-es, talán 2022-es feljegyzéseket lehetett olvasni a Spinosaurusnak a legújabb külsejéről, mert nem olyan régen felfedeztek, hogyha jól tudom, egy farok vitorlát, vagy igen, nem vitorlát, hát ezt a lapátot. Tehát, igen, ilyen, ilyen Goethe faroknak hívjuk egyébként. Ez 2020-ban fedezték fel. 20-ban, igen. És azért az elég erősen megreformálta a karakternek a külsejét. Hát igen. Úgyhogy én személyileg nem tartok kivetni valót a külsejébe. Ugye nekem a gyerekkoromnak a Spinosaurusa az pontosan ez, mert független attól, hogy nem Jurassic Parkos játékról volt szó, igazából a polcon bármiféle Spinosaurus láttál, a mintázata, meg a színe, az ekte ugyanez volt, még a kis szarva is, igen, tehát minden. Igen, tehát hogy lehetséges, hogy az arca nem úgy, vagy tehát a pofája nem úgy nézett ki, meg volt egy-két eltérés a testén, a szín és a mintázat az ugyanaz, szóval én azért nem tudok haragudni sehogy se erre a kialakításra, mert igazából nekem ez a gyerekkoromnak a Spinosaurus, hogy két lábon jár, nincsen így, nagyon így a leereszkedve a földre, tehát nem négy lábon jár, per nem nagyon vízi állat,
úgyhogy nekem inkább így maradt meg a Spinosaurus. Szerintem egy nagyon jó kialakítás, főleg ezzel a vörös színnel. Alapjáraton nekem amúgy is a piros a kedvenc színem, és mi vagy ez is az egyik árnyalata. És amúgy, hogyha jól emlékszem, akkor talán te említetted az egyik videódban, hogy milyen jó ez a kombó, a vörös, na, meg az agresszió. Baromi jól néz ki. Tehát ez... Úgyhogy én nagyon ezt a véleményedet, ezt osztom. Nagyon. Köszönöm. Én annyit, tehát ez egy kicsit kiegészíteném, hogy hát a design az ugye azért ilyen, mert akkor ezt tudták. Tehát erre, aki haragszik, az nem tudom, hogy mondjuk mit gondol. Érted? Igen, ez meg a másik. Tehát 2001-ben így képzelték el a Spinosaurus. Tehát azt nem lehet felrólni hibának, hogy hát 2020-ban gőtefarka van és rövidebb a lába, mi az, hogy 20 évvel korábban így ábrázolták. Tehát ezek olyan dolgok, amikben nem feltétlen kéne ugye belemenni, mert nyilván nem tudták. Tehát időutazás meg nem volt. Igazából ez a Jurassic Parkra per Worldre mindig is jellemző volt ez a örökös szélmalom harc. Hát, ugye igen. A legnagyobb idézős probléma vagy nézeteltérés az a velociraptorokkal volt, de hogyha jól tudom, akkor a könyvbe alapjáraton Michael Crichton az kialakított magának egy saját specifikus raptort, ami nem a velociraptor volt, nem a Deinonychus volt, nem a Utahraptor volt, hanem csak is a Jurassic Worldre megalkotott velociraptor volt, nem tudom mi volt a neve, állítólag a könyvbe volt valami, tehát hogy igazából az a... Hát... Olvastam egy ilyet. Tehát ugye a könyvben is velociraptorok vannak, tehát ugye ugyanúgy hívják, de ugye annak idején nyilván ugye még Deinonychusnak tudták meg minden. Most ebben annyira nem mennék bele, de van ilyen érdekesség ott a raptorokkal, hogy ott azok ilyen harci tervezés, meg ilyesmik. De bocsánat, nem szeretném annyira terelni a témát, csak egy párhuzamot... Igen, bocsánat, csak egy párhuzamot szeretnék vonni közte, hogy... Amiért én haragszok a nézőkre, hogy mit tudom én, például vannak Marvel filmek, vagy bármi más, és ott az ember egyből be tudja fogadni, hogy oké, okay, ez egy fikció, ez a valóságban nem így néz ki, ezt így tökre le tudja magába rendezni az ember, és így nézi tovább a filmet. Valamiért a Jurassic Parknál sose tudta senki benyelni azt, hogy igazából ezt laborba hozták létre tudatos módon ezeket az állatokat, és az Indominusnál is ezt lehetett tapasztalni, hogy direkt azért néz ki így, mert így akarták megcsinálni. Akkor a Spinosaurusnál is így nézhet ki, hogy így akartuk látni. Akkor biztos, hogy így alakították ki. Tehát ez nem olyan, hogy a gépbe bedobod az összetevőket, és akkor majd kapsz valamit, az lesz valamit. Tehát szerintem tudatosan alakították ki így, pontosan azért, amit te mondtál, mert akkor így hivatkoztak erre az állatra. Igen, igen. Szóval én ezt a problémát, mert a velociraptorokkal kapcsolatban is ez a probléma, meg a Dilophosaurusszal is, hogy sose értettem. Dilophot nem bántjuk-e? De érted, tehát ez a bőrlebeny. Igen, itt, igen. Ami a galéros gyilk. Tehát én ezt a fajta problémát sose értettem az embereknél, hogy ezt miért rólják fel a filmnek. De itt leginkább a velociraptort lehet érinteni, meg most már a Spinosaurus. Hát nem így nézett ki a valóságba. Jó, de így akarták megcsinálni. Igen. Na mindegy, ezzel annyi, tehát egyetértek veled, de vannak egy kis kritériumok, de ez nem az a podcast, úgyhogy... Jó, bocsánat, elnézést, csak így nagyon elfiloztam ezen a kérdésen. Igen, erről nagyon sokat lehetne egyébként beszélni, tehát ez egy külön podcastet amúgy abszolút megérdemelne, mert ez egy nagyon nagy téma amúgy, nagyobb, mint bocsáss, a különösségnek. Én nem akarom elvenni a... Semmi baj. Bocsánat, csak így... Kurva száj, tehát nagyon érdekes. Nagyon igen, érdekes engem is ez engem is felszokott idegesíteni egyébként. Na, de nem akartam elvinni a témát, bocsánat. Persze, szóval akkor a dizájnt szereted. Igen, igen, röviden, tömören ez a lényege, tetszik. Igen, én is elmondom, hogy... Egy szavas válasz. Igen, tehát nekem is nagyon tetszik. Ugye nekem alapból a Spino a második kedvencem a franchise-ban, a Dilophosaurus után, ugye. És ez a design, ez tökéletes. Tehát főleg a színét emelném ki, hogy ez a kombináció, ez nem tudom, hogy így hogy jött nekik, de ez annyira tökéletes, hogy ez egy műalkotás, komolyan mondom, ennek a színe. Tehát csodálatosan néz ki, hogy a feje vörösebb, ugye az egész teste is ilyen vöröses barnás, a taraja is, hogy ott van ilyen kék, zöld a szeme, nagyon menő. És hát igen, annak idén így gondolták, illetve azért azt még említsük meg dizájnra, hogy ugye így a Spino sokkal erősebb, mint a valódi, amit most tudunk.
Amúgy ez is tök királyú néz ki, tehát nem azt mondom, őt is el tudnám fogadni egy Ja, filmbe. szerintem is jól néz ki, de ez egy erősebb lény, hát ugye a főleg a nagy karok, izmos karok, ugye hatalmas lábak, nagy erős állkapocs, ugye baromi jó ez a design szerintem. Igen, Gyönyörű. meg önben nem igazán néznek ki jól, hogy négy kézláb odatotyog a Spino, és a Igen. T-Rex az meg így lehánja felül, hogy Bár szevasz. egyébként az életben már kétlábú Spino az, ami inkább elfogadott, de Igen. mindegy. Hát nem nézted meg a videómat a Spinosaurus evolúcióra? Én már nem tudom követni, mert hogy most így szárazföldi volt, aztán becseszték a vízbe, hogy mostantól négylábú vagy és gőte vagy. Aztán most akkor te mondod, hogy igazából most újra két lábon jár, most már fingom nincsen semmiről, Hát... de vettem egy újabb National-es újságot, ami nemrég jelent meg, ott is a Spino van a borítón, akkor a videódat is majd megnézem, Jó. akkor teljes, teljes... De most már egyébként ami elfogadott az a semi-akvatik, tehát hogy ilyen félvízi. Tehát mint a Baryonyx. Hogy két Á, lábú halászó, tehát nem az a víz alatti, még a krokodilnál is durvább vízi élet, hanem inkább ilyen Baryonyx vagy Suchomimus-szerű egyébként ez. Akkor ilyen multifunkcionális. Az, amúgy abszolút az. De azt a videót nézd meg, mert amúgy az egy tök érdekes videó lett. Oké. Szóval... Akkor szerintem a dizájnt ezt ki is veséztük, vagy? Egyébként igen. Még annyit mondanék itt a dizájnra, hogy ugye van a Spinónak óriás karma, ugye olyan, mint a Baryonyxnek, ugye a megfigyeltetett a kezén egyik karom az ugye jóval nagyobb. Ugye ez annak is betudott, hogy igazából régen a Spinosaurus-t úgy képzelték el, hogy egy nagy Baryonyx, amin van egy taraj. Ennyi. Igen, a filmben tesznek is egy utalást, amikor filóznak rajta, hogy milyen állat lehetett. Igen, hogy Baryonyx vagy Suchomimus, igen. Igen. Illetve még a dizájnra annyi, hogy ez azért egy viszonylag ijesztő dizájn is, tehát mint gonosz, hogyha most így nézzük. Bár nem annyira szeretem így hívni egy dinót, hogy gonosz, az antagonista az egy jobb szó, de azért ez egy olyan ijesztőbb dizájn szerintem. Tudom, hogy már megint terelem a témát, viszont ez így... Tehát, hogy... Igen. Nem akarok itt filózni, de igazából nézőpont kérdése, hogy most gonosz-e vagy nem gonosz, tehát a film szempontjából ő az, aki elől folyton menekülnek az egész igen, film alatt. Igen. Szóval, hogyha úgy veszük, akkor tényleg ő a gonosz. De ez egy nagyon jó, mert akkor így át is térhetünk a következő szempontra, ami ugye a viselkedése, vagyis az agresszió. Tehát innen látszik ugye, hogy mennyire tekinti a film gonosznak, és szerintem ebben egyébként a Spino marha jól fel van építve, de akkor először téged hallgatlak meg. Az viselkedését tekintve? Hogy mennyire tekinthető gonosznak mondjuk, vagy mennyire kegyetlen például, hogyha így jobban tetszik. Nos, én... Már hallgattam ezzel kapcsolatban teóriákat, mert alapjáraton szerintem tök idiótán néz ki az az elképzelés, hogy itt van a Spinosaurus, és azért üldözi a főhősöket, mert gonosz. Tehát, hogy valami oka biztos, hogy hát az kell, az hogy legyen. Igen, az, hogy ugye igen, neki és mentek neki a repülővel. Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sokan erre asszociálnak, amikor azt mondják, hogy gonosz, hogy azért gonosz, mert a repcsi az ugyebár belement a seggébe. Igen, a taraját eléggé le. Igen, és még a vér is látható az ablakon. Ha én is elég pipa lennék. Igen. Na most az, hogy a Spinosaurus hogyan tudta meg, hogy igen, abban a fehér kis cuszban vannak az emberek, szóval őket fogom üldözni egész végig, hogy rohadjanak meg. Szerintem ez egy olyan indok, hogy jó, oké, látunk egy ürügyet, hogy miért tehetjük idézőesen antagonistával a Spinosaurus, több nem is kell. Tehát, hogy nem építettek mögé egy ilyen hatalmas nagy magyarázatot, hogy igen, a Spinosaurus ezért egy vérmes vadállat. De itt igazából visszautalnék arra, amit te mondtál a kialakításával kapcsolatban, hogy ijesztően néz ki, agresszívan, és ezzel teljesen egyetértek, hogy akkor nyilván a személyisége is passzoljon hozzá. Hát hogyne, hát persze. Meg kellett egy új nagy gonosz dino, és akkor... Hát a T-Rexet azt végre le kellett ültetni. Igen. Szerintem szerintem pont ez az az állat, amelyik kellemesen lett tálalva. Tehát nem lett egy ilyen nézést a kifejezésért, nem lett ilyen baszógép, viszont nem is csináltak belőle kis cicát. Szóval pont az arany középút, hogy nem annyira durván véres, hogy elfogadhatatlan legyen, meg a gyerekeknek is befogadható,
Azért nem kell félteni attól, hogy ő kasztrálva lett. Szóval a kettő között van. Szerintem Igen. tök jól el lett találva. Igen, egyébként én is ezt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen fő gonosznak van beállítva, ez még talán a legvisszafogottabb a későbbiekhez képest. Talán így tudnám szépen elmondani. Igen, De igen. Hát ez ott még nem jó. csináltak belőle szörnyet, hanem meghagyták, hogy Igen, tehát hát a itt azért vadállat. volt egy állati viselkedés, igen. Igen, úgyhogy Igen, és ez jó. ez befogadható. Tehát, hogy ez nem Abszolút, ilyen abszolút. vadállat, mint például az Indominus. Tehát itt amúgy tökre elfogadható szerintem. Igen. Hát még ugye a viselkedés meg az agresszió, ami már picit ilyen szörnyesebbé teszi, az az, hogy ő hát ugye vadászta a T-Rexeket. Na most, hogy ezt miért mondom? Hát ugye mondja Erik, ugye a kisrác, hogy a T-Rex pisi, ami amúgy hülyeség, mert a T-Rex nem tud pisilni, de mindegy, az ugye vonza ezt a Spinosaurust. Tehát, hogyha a Spinosaurus T-Rexet érzett a környéken, az oda ment, hogy levadásza. És ezt a filmben Tudom, hogy látjuk ez. is, hogy igen. Tudom, hogy ez nem a ranglistával kapcsolatos, de neked ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Mert most, hogy feldobtad a labdát, nem hagyhatod üresen. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Szerinted miért üldözi a Spino a T-Rexet? Azért, mert kellett egy nagyobb dinó filmbe, ami nagyobb, mint a T-Rex, és akkor hű-hű gonosz. Ez az Igen, egyetlen. de ez a nézőknek van. A sztori részét kérdezem, hogy Ja, hát szerinted... mármint micsoda még egyszer? Tehát, hogy... Hát, hogy a T-Rexnek a vizelete az miért vonzotta a Spinot? Tehát, hogy ez valami fétise volt, vagy a filmbeli sztori az valahogy ad erre magyarázatot? Nem, Vagy hát easter egg, nem, hát vagy... annyira agresszív egyszerűen ez az állat. Tehát, hogyha ezt megnézed, meg ugye a lore-ban is, ugye igazából a Spinu az, aminek köszönhetően a Szórna-sziget nagy része kipusztult, mert egyszerűen ez annyira agresszív volt, hogy igazából ez vadászott. De hogy úgy nagyon. Tehát ugye a T-Rexeket is azért ölte meg, hogy ő legyen a csúcsragadozó. Tehát, és ugye a Szórna főleg ezért pusztult ki, mert teljesen felborult a hierarchiai rend, mert még ugye a T-Rexek addig uralkodtak, ő jött, és akkor még ugye a csúcsragadozókat is kinyírta. Tehát teljesen felborult minden. Ja, tehát akkor szóval ez a így, ezt, lore-ja. Igen, tehát ezt így értem, hogy tehát ő a T-Rexeket is vadászta. Tehát érezte, hogy köz egy T-Rex, akkor megyek, megölöm. Tehát ennyire agresszív volt. És ez az, ami már ilyen szörnyesebb, de ez a filmben annyira nem derül ki, hogy ott van egy csata, ami jó nagy port kavart, ugye, hogy megöli a T-Rexet, kitöri a nyakát, és... Jó, hát igen, ez mindenkinek állítólag szívfájdalma volt, nem nekem, tudom, én nekem amúgy kicsiként, nem. Én ezt nekem se hat pofára zabáltam, hogy nekem is azt tetszett. Akkor idéztem, mondom, jó van, akkor megérkezett a új királynő. Aki király egyébként. Ki? Mert ja, ő hím. Aha, jó, ez a jó, Spino hím. Megbeszéltük. Okay. Megbeszéltük. Úgyhogy igen, de tehát mint... agresszió meg viselkedésre ő tényleg azért eléggé gonosz dolgokat mutat az ember, a dinókkal szemben, emberekkel meg úgy hát érdekes, az már tényleg egy olyan állati viselkedés, ami azért nagyon emberi tulajdonság, tehát még az, hogy ugye követi a vizeletet, az még úgy állati, oké, de ez azért már, hogy nekem jöttek, akkor felismerem és akkor megyek utána, az már picit lehet sok. Hát igen, de talán pont ez az a része, amit a film miatt, a film élmény miatt nem kell túl gondolni. Uh-huh. Amúgy nem lehetséges, hogy pont azért lett ilyen agresszív, mert a Alan Grant is magyarázta, hogy ez az állat nem volt rajta az Ingen listáján, tehát nem lehetséges, hogy mivel a cég valami új dínóba fogott bele, nem annyira ismerték még ezt a területet, és ezért sikerült ilyen agresszívra. De valószínűleg, igen. Ugye őt az amalgám tesztelések alatt csinálták, és igen, tehát valószínűleg ezért ilyen agresszív, de a Spino az egyik legagresszívabb állat a franchise-ban amúgy. Tehát az borzasztóan agresszív. Meg tehát amúgy most, hogy mondom. Mondod, hogy így igen. követi a vizeletet, meg akarja dönteni a ranglétrát, amúgy ez a kettő így tényleg így elfér meg egymás mellett, hogy akkor miért követi a vizeletet. És akkor itt picit, Érdekes. Picit rátérhetünk az intelligenciára, hogy azért ez egy elég intelligens állat, mert felismert, hogy nekem jött ez a nagy repülő, akkor még utána ment, és felismert, hogy ebbe ezek a kis emberek vannak, és emlékezetre, és tudta, hogy akkor jó, ezek azok, akik engem bántottak, akkor megyek, megölöm őket. Tehát azért ez egy intelligens állat azért szerintem. Igen, viszont, hogy ez az agresszió, ez pontosan honnan jöhet, oké, jó, talán most kaptunk egy kisebb magyarázatot, hogy akkor azért, mert még ismeretlen terület volt. Hát igen, viszont nekem itt... meg ő ilyen kicsit összekutyult, tehát ő nem egy tiszta lény,
hanem ő benne voltak Szerintem a mások Jurassic is. Parkban senki se az. Hát Senki, bocsánat, nem. semmelyik állat Jó, se az. persze, Tehát... persze, de hogy ő még annyira sem, mint a többi. Ja, Na hát mindegy. mégis pedig az egyik legjobb. Na mindegy. Igen. Na igen. Hát ez elég gatya helyzet a többiekre nézve. Hát, igen. Intelligenciáját tekintve, ugye mondtad ezt a dinó pisis dolgot, tehát hogyha jobbára igazából ez egy állati ösztön, szóval hogy ezt most ennyire emelhetjük ki, mint intelligencia, azok tudatában, hogy ez igazából mindegyik állatban megvan, az egy jó kérdés, de én ezt most akkor inkább ide veszem az intelligenciához. Igen, én is ide gondolom, egy picit inkább ide hajlik, hogy Igen, meg az, amit most te mondtál, hogy ugye felismerítette a repcsit, hogy jó, kimásznak belőle, mindegyik gatya, megölöm mindent. Meg hogy tudta őket követni. Hát, szinte leszek, most így azért végigpörgettem a filmet magamba, nem láttam nagyon durván, vagy nem tudok visszaemlékezni olyan jelenetre, amikor tényleg a film megmutatta volna ezzel az állattal kapcsolatban az, hogy na igen, ez egy nagyon intelligens állat, ezzel Igen, vigyázni kell. igen, tehát nem egy Indominus szintű, meg ilyen, Igen, ott de prezentálva volt, hát itt ott viszont nem. eléggé. Igen, tehát hogy, de azért én a Spinót intelligensebbnek gondolom, mint például a Rexeket egyébként. Tehát szerintem ő egy picit intelligensebb a franchise-ban. Én így gondolnám. Aztán nem Hát, tudom. most hirtelen amúgy a melső végtagjuk jutott az eszembe azáltal, hogy mondod, hogy intelligensebbek, azáltal, hogy ő tudta használni a Ja, hát, harcba. na az mondjuk egy kicsit emberi, hogy kitöri a nyakát a kezeivel, igen. De De az olyan befogadjuk, nagyon jól nézett ki. kurva Tehát, menő, nagyon baszó jelenet. hogy, hogyha Igen. valamikor a Jurassic filmeknek megbocsátom a hülyeségeket, az ez a pont, hogy Absz, én is. Igen, só, tehát tört ez. ki a nyakát, nagyon jól néz ki, még ilyet. Tehát, hogy... Igen. Pedig nekem a kedvenc állatom a franchise-ba a T-Rex, de akkor is jó volt látni, hogy igen, el lett picsázva, Na, ennyi. egy T-Rex rajongó, aki nem toxikus. Erre adok egy tapsot. Köszönöm. Megéltük. Yes! Jó. Külön kell választani a kettőt, Igen, tehát hogy szerintem is egyébként. sok van belőle, most egy elmegy, szevasz. Jó, Igen, tehát az lehetséges, hogy ez nem... nem a fő T-Rex volt, szóval azért nem. Igen, tehát. Tökösnek kell lennie szerintem egy filmnek, hogyha tényleg valami nagyot akar mutatni. Na mindegy. És akkor még a Amiről beszélnénk, illetve én mindenképp arról szeretnék, hogy a filmben hogy van felépítve. Na most szerintem ebben a Spino viszont nem annyira erős, ez elég rossznak gondolom ebben, annak ellenére, hogy a dizájn meg minden, amúgy egy nagyon jó antagonistáról beszélünk, de szerintem a film annyira nem törekedett arra, hogy felépítse. Tehát most mire gondolok? Tehát ugye az elején az tök jó, mikor hallják az üvöltését, és akkor mondják, hogy mi lehet ez? Egy Tyrannosaurus. Nem. Nagyobb annál. Tehát ez egy jó Na, ez törekvés, nagyon cringe, de az egy nagyon hangból cringe volt honnan tudja, szerintem. hogy nagyobb annál? Tehát Hát ez, hagyjál már. ajaj, Hát, hogy ez igen, már a idősebbként kellemetlen. így visszanézem, így úristen, ember, nőd Jajjajj. már le magad. Igen, Vagy de tehát. ciki volt. Igen, Az tehát ciki nem volt. nagyon sikerült ez a felépítése szerintem. Tehát még a parkban a Az T-Rex nem. jobban működött, meg majd a többiről is beszélünk. Itt annyira ez nem működött. Meg hát igazából itt már telibe látjuk, mikor először. Tehát mikor először látjuk, akkor már telibe látod, de kirohan, megeszi Coopert, és akkor ott már Ja, látod, tehát nincsen tarajon, minden. felvezetve a Igen, karakter, tehát hogy így nem nagyon, nem. fokozatosan jöjjön elő. Igen, úgyhogy ebben nem annyira erős a Spino, a többiben meg igen. Viszont amúgy egy emlékezetes jelenet volt, amikor kiront a fák közül. Tehát nekem az egyik kedvenc Az jelenetem a nagyon menő. Spinótól, amikor igen, szóval, hogy itt ez ilyen kétélű dolog, hogy fel lett áldozva ez a misztikum, amiről te beszélsz, amivel egyetértek. Hát viszont jól néz ki ez a jelenet, szóval nem tudok rá Igen, haragudni. igen, igen egyébként. Meg az ilyen váratlanul ér nagyon amúgy, tudod, az úgy kiront, Igen. hogy elkapja, de menő, menő. Csák ez szevasz elviszi. Hát igen. Még annyit akartam, hogy ugye sokan egyébként nem feltétlenül tekintik a Spinót annyira főantagonistának, mint a World filmek dinójait. Tehát sokan úgy gondolják, hogy a parkban még inkább állatokként voltak kezelve, és ebben egyébként egyet tudok érteni. Viszont ehhez fűznék valamit, hogy tehát a Park 3-ban eredetileg egy hatalmas nagy csata lett volna a végén, amiben a gonosz Spinót megölik. Egyébként, eredetileg. Ezt A nem tudod, katonaság, tudtad. nem? Nem. Ugye a raptorok? A raptorok. Tehát az lett, hogy Ezt megnéztem hívja a volna. raptorokat, és akkor ahogy támadja a hajót, ott jönnek a raptorok, és kinyírják a Spinót. Tehát ergo ezzel is egy ilyen antagonistás szál lett volna, érted? Hogy hát nagy Szerintem gonosz öl, minden gyilkol, akkor megöljük. De ugye ez aztán nem lett, szóval igen.
Amúgy nem is baj, mert ahogy te mondod, mert én nem tudtam, hogy a raptorok végül megölték volna, szóval, hogy ez lett volna a végeredmény, azért egy kicsit szerintem kiherélték volna a karaktert, hogy egész filmen keresztül azt látjuk, hogy nem lehet eltenni lábalól, és jönnek a pici raptorok, és elpicsázzák Igen, a ez Spinot, nekem is tehát, hogy... furcsa, hogy, tehát hogyha a Rexet megölted, hogy 5-6 raptor nem tudom, hogy hogy ölné meg. Tehát értem, hogy mondjuk mindig ezt látom, amikor ilyen hülyeségeket a toxikus rajongók közül, hogy hát, hogy az ütőerét a nyakán elharapják, mert hagyjál már! Honnan tényleg tud, így kiszámolja a raptor a kis biztos pont, pont úgy ugrik oda, hogy harapok. Pont elvágja, meg azért vastag, hagyjuk már. Tehát, hogy na, igen, tehát én jó, sem bánom, oké, hogy ez ez ilyen szőrszál hasogatás. Ez az, ez abszolút. De csak mondom, hogy amúgy a Spinónak is ez lett volna a végzete, de nem gagyi, ez lett. És, gagyi. Igen, és itt picit még a Spinóra kitérnénk, szerintem, hát nem tudom, hogy őről fogunk a legtöbbet beszélni, de mert ő érdekes, mert ő nem csak egyszer voltam főantagonista, hanem kétszer, bazd meg. Mert az 5. évadában a krétogori tábornok szintén ő a fő antagonistája. Jó, de hát... Csak hát ott jó szarú sikerült szerintem. Az a baj, hogy én a krétogori tábort egy... Hát figyelj, nem biztos, hogy probléma, hogyha nem beszélgetünk róla. Én sem tartom olyan nagy gondok, de azért szeretném megemlíteni, hogy ő ilyen szempontból is különleges, hogy annyira jó, meg annyira szeretik, hogy még egyszer ezért visszahozták, és ugyanaz, jó, de az hát ugyanaz. Most... Nekem ilyen savanyú vigasz, hogy jó, most látom egy animációba, hát kend a nyakadra, basszus. Igen, igen, igen. Fejedre, hát most engem nem, én élőbe akarom látni, tehát hogy filmbe. Igen, egyetértek. Az, hogy nekem nagyon erősen lélek romboló volt az 5. évada a krétakori tábornak. Igazából, az a legszarabb. Tehát az, az igazából én, nekem csak az első 2 évad tetszett, a többiről igazából én nem beszélnék. De hát a Scorpio is a picsába tűnik fel, nem ott. Igen. Nekem ez nagyon kiherélte a fantáziámat, hogy igen, beültetik a csípet, meg hogy itt el is töri a T-rexnek a nyakát, hallod a roppanást, tehát így elharapja, aztán igen. Mondom, húzz a picsába, hát de megölte. Mondom, direkt adod, a T-rexnek meganimálták, hogy szomorúan még, nézzen. Még véres is volt ott a nyaka, tudod? Tehát még vért is igen animáltak a gyerek kínos műsorban. Volt az egész, nekem kínos tetszett. Volt az egész. Én mondom, ne, hagyjál békén, nem létezett. Undorító. Hmm. Na mindegy, ne beszéljünk róla, egyébként mert sokan két a, igen, sokan azért is gondolják a legnagyobban fő gonosznak, mert hogy ugye ő megölt egy T-rexet, és akkor hogy hát ez egy halállal jár a bűn. De egyébként... Melyen világfájdalom a rajongók. Jaj, csak a T-rexet. Igen, mindegy. És várjál, és azt akartam, hogy... Tehát az 5. évad úgy volt főantagonista, hogy nem is ő volt, hanem hogy irányították be az meg. Tehát mi a fasz? Úgyis egy vérmes állat volt, szóval sok mindent nem adtak hozzá. Nem, most de hogy most ott, én irányítom. De ott úgy nem is nagyon látod a Spinót, hogy, hogy önállóan cselekszik, hanem ott szinte csak irányítják. Hát szerintem ott... rohadt gagyi volt. Na, tehát, ezért kár volt visszahozni. Ez olyan, mint a Dilophosaurusokat visszahozni a világuralomba. Tehát, hogy ember, igen, bár igen, ne erőszakoltad volna meg őket, hagytad volna őket a picsába. Igen. Na mindegy. Még annyi, hogy, hogyha az érdekesség, de amúgy a krétogori tábor végén is meghalt volna a Spinozát, hogy mindig meg akarják volna, de valahogy soha nem jön össze. Tehát a vége az lett volna, hogy megölik, a kettőrex megöli. Én azt is vártam, de aztán hát elszaladt. Jó. Szerintem miután a Spino legyűrte a T-rexet, és mi vagy az nagy port kavart, szerintem a fejesek nem mernek beleállni ezekbe a dolgokba, tehát szerintem félnek kinyírni a karakterüket. Hát nem, ez nem olyan, mint a Trónok harca, hogy itt bárkit lemészárolnak. Tehát szerintem nagyon visszahúzódtak ebbe a témába. Hát, amit még szerettem volna mondani, mert mondtad, igen, hogy Thor szempontjából nem annyira kidolgozott karakter. Én azt hittem, ja nem, a felvezetés, a felvezetéssel kapcsolatban mondtad. Én azt hittem, hogy itt amúgy a háttér sztoriára fogsz kitérni, de akkor megemlítem én, hogy szerintem, hogyan te fogalmaztad meg, ez az a karakter, akivel a legkevesebbet foglalkoztak, mert tényleg a háttér sztoria az nagyon hézagos. Tehát egy-két dolgot úgy tudhatunk róla, de nekem amúgy nagyon... gáz. Hiányos. Igen. Nekem nagyon hiányos, hogy hát tényleg amúgy alig tudunk róla infót. Meg az egész Jurassic Park 3 is olyan, tehát nem csak a Spino, de ja, igen, persze. Ez gond. Nem foglalkoztak a kérdéssel. Igen, én azért se akartam ezt a háttérsztorit nagyon így boncolgatni külön, mert felesleges, mert a legtöbbről semmit nem tudsz, amit meg tudsz, a hibrideknél el van mondva a 3 mondatban, hogy hát ne, megunták a dínókat, krónoztuk, tehát most ez egy ilyen kicsit felesleges pont, érted? Igen, csak nekem azért
néz ki az összkép rosszul. Mert hogyha úgy vesszük, akkor a Jurassic Park 3 pontosan az a felépítése a filmnek, amit az első két filmben imádtunk. Emberek, akiket egy nagy állat üldöz. Szóval igazából az egész Jurassic Park 3 erről szól, de betettetek ide egy új karaktert, a Spinosaurus, szóval valami háttérinfót kéne tenni, de pontosan csak annyit tudunk a Spinóról, mint a szereplők, akik menekültek a Spino elől. Szóval a néző is, meg a szereplő is ugyanannyit tud róla, szóval semmit. Tök gáz, hogy amúgy a további filmek így nem beszéltek róla, meg értem én, hogy állítólag ilyen dokumentumok kikerültek egy ilyen évtized után, de hát most ember, kend a hajad rá, hát most igen, mit kezdjek igen, ezzel sajnos, már ez ennyi idő elteltével? Hát ez megtudható annak, hogy a Park 3-at lehet nem úgy kellett volna elkezdeni a forgatást, hogy kukázzuk a forgatókönyvet két héttel, és hogy nem volt kész egy új. Lehet, de csak egy tipp. Hát. Az a baj, hogy az emberek nagyon akarnak sietni, és akkor inkább ki a... De amúgy nem sikerült rosszul a film. Ne, szerintem se, csak érződik rajta azért, hogy itt azért voltak kapkodások, meg... Igen. Tehát például ezért van az, hogy a hajónot ellen elhagyja a tojásokat, és aztán meg ott van a raptorokkal. Ő van benne egy ilyen baki? Igen, hát ott, igen, ott nincs már nála a tojás, aztán nála van. Azért, figyelj, mert amikor leforgatták... így a kezébe. Hát mikor leforgatták, az lett volna, hogy ott jönnek a raptorok, meglődöglik a Spinosz, aztán nem találkoznak a raptorokkal, de hát aztán meg mégis, szóval... Igen, innen is látszik. Hát akkor tudatosan ő hagyta el a tojásokat, csak igen, aztán... Igen, tehát ott az nem volt fontos, hogy nála legyen, csak aztán... Vekkor egy csicska fordulat, te jó ég! Hát ez... Ez elég cringe, tudod? Igen. Na látod, ez, pontosan ez az, Hogyha említhetnék egy negatívumot a beszélgetésünkbe, hogy te így megerőszakolod ezt a filmélményt. Bocsánatot kérlek mindenkit. Nem, félrejét is nem azért mondom, mert probléma, csak hogy így aztán így majd nézed újra a filmet, és igen, erről beszélgettünk, na itt elkúrták, és így ó. Igen, erről, ezt gondoltam, hogy nem kéne megemlíteni, de... Jó, nyilván nem tört össze a lelki világom, tehát egy jó, érdekesség, meg vicces. Igen, vicces. Olyan, én így vagyok vele amúgy a bakikkal, hogy nem nagyon... Tehát én nem szeretem, hogy egy filmnél csak azt emelik ki, de van, ami olyan vicces, hogy egyszerűen röhögök rajta. De amúgy, amikor megnézem a filmet, nekem ezek így nem nagyon jutnak eszembe, tehát én tudok ezektől tekinteni, de van, aki ugye nem. Úgyhogy, ja. Meg tudod, ami a Jurassic Parkban, amikor a Velociraptor bemegy a konyhába, és akkor a statiszta így ráfog a fenekére, és a farkát megfogják. Igen, és a mai napig benne van a filmben. Igen, és az nagyon, azóta, az nagyon vicces. Megmosolyog, tehát, hogy de nem tudok rá halagodni, mert imádom ezt a bábút, annyira ennyi, szép. Ennyi, tehát, nagyon hogy, jó. Tudod mit, tapogasd segít, nem érdekel, menjen tovább. Jó, én szerintem az öreg Spinókomát azt amúgy kiveséztük. Én egyébként így antagonistának egy nagyon pozitívnak élem meg, tehát szerintem az egyik legjobb antagonista, majd a végén rangsorunk. Jól van. De akkor te is, ahogy éreztem, ő egy jobbnak. Igen. Jó. Hát a szívemhez nőtt, tehát, hogy így nekem nem tudom, is, hogy ez imádom. És nem tudom eldönteni, hogy ez most azért van, mert ugyebár a gyerekkoromnak az egyik része volt, és ezért nem tudok objektíven hozzáállni, vagy alapjáraton is ezt gondolnám róla. Ez egy olyan kérdés, amit amúgy nehéz lenne megválaszolni, aha, szóval nem is fogok. Ez egy másik podcast témája, ami... Maradjunk ennyibe, igen. Jó, na, hát akkor Spinókoma ennyi volt. Na, akkor most már kicsit érdekesebb talán, hát nem más, mint a Jurassic World főantagonistája, az Indominus Rex. Kérlek, mondd el, hogy a dizájnjáról mit gondolsz. Szerintem amúgy nagyon ijesztő az egész kurva, kialakítása. Nagyon jó, nagyon menő. Inkább a pofájáról beszélnék, hogy ilyen nyugodtságot látsz a szemébe, de mégis ez a kígyóféle szem, és hogyha jól emlékszem, akkor vörös szeme van. Tehát, hogy van benne egy ilyen kis, igen, van benne egy ilyen kis ellentét, hogy így ránézel, apjáraton, amikor csukott szája van, hogy ilyen tök kis ilyen nyugodt karakternek tűnik, de így belenézel a szemébe, hogy valami turpisság van benne, tehát nem lesz jó a vége. Igen. És nekem tetszik az, hogy mindazok mellett, hogy ilyen nagyon szörnyes maga a első tulajdonsága, ez külsőben annyira azért nem nyilvánul meg, tehát egy nagyon letisztázott karakterről beszélünk, oké, van éles karma, de igazából nem egy ilyen, hogy ránézés, úristen, ez egy ilyen
nagy taraja van, ilyen galéria, mint a Dilophosaurusnak, tehát ugye ilyen visszafogott a külseje. Igen, ez azért. Még, igen, majd erre én is kitérek egyébként, még a szemről, azt nagyon gyorsan ezt elfejtettem, de hogy minden antagonista dinoszaurusznak ilyen macska pupillája van, tehát hogy egy ilyen kis vonalka, ugye? És ez csak... Mi van, T-Rexnek neki? Micsoda? T-Rex neki... körrel a gömbszer. Igen. Tehát minden dinoszaurusznak, de ami gonosz, annak macska szeme van, kivéve a raptorok. Jó, hát azok is gonoszabbnak voltak beállítva, de ugye ott kék, meg minden, tehát azok még. Ha. Tehát ez az öt, meg a raptorok. Még amúgy nem is gondol... Ja. Nem tudom, hát ez egy ijesztő. Én... Hát igen, amúgy, de hogy ez is mennyire egy ilyen cringe, tipik gonosz dino jellem, hogy hát akkor neki ilyen szemet adunk, mert ő gonosz. Tehát. Hát szerintem amúgy ez pont az a dolog, amivel még úgy nincsen bajom, tehát ez így tetszik, mint például a Transformers-ben, ott is el van válasz, hogy a gonosznak piros szeme van, a jónak meg kék. Nem, jó, nem, arról, nem beszél, jobban, hagyjál, tehát, hagyjál azzal a filmet. Bűnös élvezet. Az. Nem, csak ennyire akartam idehozni, hogy, tehát, hogy be van kategorizálva, hogy igen. gömbszeme van, jó, akkor csak úgy van, hogyha meg macska szeme, akkor ez egy csúnya dolog. Tehát, hogy... Ja. De nem biztos, hogy baj, mert ezek olyan dolgok, amiket a néző alapjáraton nem fog tudatosítani, hanem inkább így tudat alatt így. Vagy igen. A fanoknak érdekesség. Tehát, szerintem igen, nem probléma. Na, jó, elmegy egyébként, igen. A dizájnról még gondolsz valamit amúgy? Igazából nekem csak így az arca van meg, amiről úgy külön akartam volna említést tenni, úgyhogy külső. Igazából lehet, hogy ez a belső jelleme, ez a kaméleon effektus, nem tudom, hogy ezt így a külsejéhez említhetem-e. Hát nyugodtan. Például nekem ez rohadtul tetszik, hogy... Ja, menő az nagyon. Igen, tehát, hogy ezek jó pofa dolgok, és amúgy tetszik, hogy... Mindegy, ez egy másik téma lesz, úgyhogy igen, a külseje az ennyi. Úgyhogy tetszik, ez a lényeg. Nekem is egyébként, és... Külsőre szerintem ez tényleg egy ilyen arany középút a szörny és a menőség között. Tehát magyarul szerintem az Indominus az sokkal jobban néz ki, mint a Giga. Ez nyilván. Ezzel vitatkoznék. Jó, de... mindegy, majd ha kitérünk. annyi, hogy ugye itt már tehát az Indominusnál már kezdett jönni, nem kezdett, itt már van, az, hogy a gonosz dínóknak rohadt foguk van. Tehát mit már a dínóknak, ez a 2005-ös King Kong óta elterjedt, ugye ott a vastatosaurusok vannak. Ha megnézed, annak is olyan foga van, mint a krokodilnak, tehát ugye, hogy nincs normális ajka, meg mikor becsukja a száját, akkor nem csak a felső fogsora van kint, hanem ugye így, mintha az ujjaidat így összeraknád, tudod. Hát mint a krokodilnak, tehát így fönt, bent, össze-vissza áll, ugye? Egy csálé. Igen. Aha. Na és ez az Indominustól kezdve mindenkire vonatkozik. Hogy ez miért van? Nem tudom, meg gondolom menőbb, nem tudom ja, jó. Miért. Ja, én szerintem nincsen. Hát az Indominusnál annyival meg van magyarázva, hogy benne volt Deinosuchus DNS, tehát krokodil, és akkor neki ilyen a foga amúgy, de... Tehát... Ja, tehát akkor csak már megint, hogy mennyire menő. Aha, igen, tehát ez csak a menősek, és engem ez azért szokott zavarni. Az Indominusnál meg az Indoraptornál nem zavar, mert ott jól néz ki. Amúgy a későbbiekben, meg a Jurassic franchise-on kívül is egyébként ez engem nagyon zavar, tehát én ezt nem szeretem, mert szerintem a Spino is elég menő, és mégse ilyen rohadt csálé foga van. Szerintem amúgy a karakternek a sajátossága, én annak tudnám be. Az Indominusnak? Hát, én szeretném azt hinni, mert... Ott nincs bajom vele, tehát ott jól működött. Mert például a Carnotaurus se kapott ilyen idióta fogakat, hát ez az. Milyen húsevőnk van még, milyen húsevőnk van még, ami a... Dilophosaurus. A Bionir... A Bionorix-nak sincsen. Baryonyx. Amit... Bionorix. Baryonyx. Erre, Baryonyx, oké. Okay. Baryonyx. Baryonyx. Hoppá, az. Dehogy nem, annak is olyan foga van, de arról ne beszéljünk, az egy nagyon csúnya dizájn szerintem. Na mindegy. Nekem nincsen bajom vele. Na, gondoltam. Istenem. Mi a... erre kitérhetünk, vagy inkább később? Majd a Gigánál erre kitérek, jó? Jó. Ja, igen. Mert ott, meg fogom említeni mellette a fantasztikus Baryonyxet is. De mindegy, meg nagyon tetszik az Indominusból, hogy fehér. Bár annyira a filmben nem hófehér, inkább ilyen szürkésnek mondanám, de nagyon menő. Vörös a szeme, tehát ez tényleg egy ilyen menő, gonoszabb dino. Baromi jó ez a dizájn. És itt nem zavar ez a foga se, meg van magyarázva, hogy azért meg krokodil DNS, bár
nincs értelme, mert a való életben, hogyha ilyen lenne a fog egy szárazföldi állatnak, megdöglene, meg közé ragad a hús, és elkezd rohadni, és betegséget kap, és megpusztul, mert a krokodilnak azért jön a foga, mert a vízbe van, és az kimossa. De oké, okay, ebben nem Hát, kötök bele. Igazából itt Fikció, talán nem zavar. Itt szolgálhat egy magyarázat a filmből, hogy igazából tehát azért hozták létre, hogy a nézők persze, nézőket bevonzza, vagy a látogatókat, szerintem keresztbe leszarták, hogy most beledöglik az állat. Fikció itt nem zavar, tehát itt elnézem. De meg igazából csak a testvérét fanfekt is megette, és arra sem mondott senki semmit amúgy. Igen, és akkor itt szerintem át is térhetünk igen a viselkedésre, vagy az agresszióra. Na hát, ő a legdurvább szerintem. Az összes antagonista közül. Tehát ez gonosz. Nem mondanám gonosznak, mert ennyi erővel a Spinosaurust is gonosznak lehet tartani, mert ahogyan te fogalmaztad meg a Spinonál, ott ő kereste a hierarchiát, igazából az Indominus se csinál mást, akit jobban látjuk a hierarchiát. Meg itt sportból öli az összes állatot. Ez mivel másabb, mint amit a Spinot csinált? Hát az, hogy a Spinosaurus nem hagyta szenvedni az áldozatait. Az Indominus pedig az összes Apatosaurus szarrá karmolta. Magyarul hagyta őket kivérezni. Ergo végignézte azt, hogy megdöglik de egy érted, csomó állat. De most a Spinosaurusnál láttuk, hogy hogyan vadászta le a ökoszisztémát a nem, szigeten. De akkor is, tehát én nem, tehát a Spinót ennyire durvának én nem gondolom azért. Tehát ez, hogy végignézi nem, a izét. Nem az, tehát, hogy a Indominus az szerintem ütőképesebb, mint a Spino, csak hogy én nem látok köztük különbséget, mert mind a kettő a hierarchiát feszegette. Hát én azért látom. Hogy én látom. Én azért az Indominus az durvábbnak tartom, tekintve, hogy az mindent azért megölt. Még szólt hát se róla, hogy csak az elv, amin végigment a két karakter, az ugyanaz. Hogy hát az ugyanaz, igen, na ebben egyet értek, csak itt egy picit ezt erősebben kifejtetek. De hát itt 2 órás filmről beszélünk, nem másfél. Ugye, az parkárom az ugye rövid. Szerintem amúgy a Indominus az pontosan az a karakter, így személyiségét tekintve, ahol már tényleg megnyilvánulhat az, hogy mi az a dinoszaurusz, amit a Jurassic Park filmek képviselni akarnak. Tehát itt most már nincsen ez a halvány határ, hogy jó, ezt még hívjuk Velociraptornak, meg ezt még hívjuk Dilophosaurusnak, igazából rohadtul nem az egyik se, de mert ez a néző számára most már befogadható, hogy jó, oké, okay, ez egy vidámparki szörny, itt felfogja a néző, és valamiért a többi állatnál nem tudta, de itt már felfogják. Igen. De számomra mindig ez volt a kérdéses, hogy ezt miért nem tudják az emberek a helyén kezelni. Igen, de egyébként szerintem tehát a összességében az Indominus működik a legjobban így főantagonistaként amúgy, tehát, mert hogy oké, okay, hogy ilyen gonosz, de hogy annak ellenére mégis érzem benne, hogy ez egy állat akar lenni, annak ellenére, hogy nagyon emberi tulajdonságai vannak. Melyik része emberi? Hát például az, hogy ő megfejti, hogy összekarmolom a falat, elbújok, majd jönnek az emberek, kinyitják, kimegyek. Tehát azért egy állat ilyen szintű összerakást nem nagyon tudna csinálni, pláne nem egy dinoszaurusz. Tehát ez azért picit tudod, emberi. Tudod, itt amúgy itt ezt a szereplők magyarázták meg a helyzetet, hogy biztos így történt, de most mondok neked egy alternatívát. Mi van, hogyha amúgy csak ki akart volna mászni a falon, elkezdett kaparászni, de végül nem tudott kimenni? És akkor az emberek úgy kötik össze, hogy hát ez összekaparta a falat, hát hogy de azt akkor lássuk, meg hogy kiment, utána, tehát, hogy de hogy akkor meg utána, meg akkor is elbújt, megváltoztatva a színét és a hőjét, tehát azt ő tudatosan csinálta. Lehet, hogy ki akart mászni, de aztán meg eszébe jutott mondjuk, hogy hát nem sikerült, akkor elbújok, hogy majd azt higgyék, hogy kimentem. Tehát érted? Hát szerintem amúgy az a kérdés, hogy a néző hogy fogadja be, mert film az így magyarázta meg, ahogyan te mondod. Ez egy olyan fajta dolog, amit ott a nézők is feszegettek, hogy álljál már le, most egy állatról beszélünk, nem ennyire intelligens, nyugodjál le. Hát aztán mondta Óvon is, hogy is de ennyire készül intelligens. Jó, hát de érted, ez most olyan, hogy nincs igazad, de, ja, jó, oké. Tehát, hogy azért ott egyszerűen le lett tudva ez a párbeszéd, tehát ez nem lett jó, tovább jó, az mondjuk feszegetten. Igaz, igen, tehát az hamar-hamar. Igen, viselkedés, tehát nagyon agresszív. Tehát abszolút egy agresszív, és ugye az, amit is mondtam, hogy ő igazából sportból öl, ahogy a filmben is mondják, és hogy végignézi konkrétan, hogy szenvednek. Tehát ez, hogy szétkarmolja az apatoszauruszokat, és hagyja kivérezni, ez amúgy elég durva. És ez eléggé magasra emelem, úgy így az antagonista szinten nálam, hogy azért ez tényleg
Elég, Hát elég nem durva. tudom, nekem elég, nekem azért egy kicsit úgy gyengén csapódott le az a jelenet, hogy így, jó, oké, most kifeküdt az összes apatoszaurusz, oké, tehát, hogy nem tudom, én annyira úgy nem tudtam befogadni ezt a jelenetet számomra, ez nagyon semlegesre sikerült. Tehát, hogy ez pont azért volt ez a jelenet az én lelki világomba, hogy Claire-nek a karaktere ott forduljon meg, hogy igen, ezek valóban létező állatok. Mert ott mutatott legelőször empátiát Ja, a hát lények igen, felé. egyébként, igen. Hogy számomra ez a jelenet erre volt feláldozva, én nem Hát láttam bele többet. ez plusz megmutatta, hogy tényleg mennyire kegyetlen az Indominus, és hogy tényleg egy gátlástalan szörny, kvázi, mert hogy igazából tök mindegy, mi jön vele szembe, azt ő kinyírja a picsába, és nem eszi meg, szóval igen. Ez ilyen én inkább ilyen köztes jelenetek mondanám, hogy mind a kettő. De én nagyon szeretem azt a jelenetet, az tök menő amúgy. Hát ami nekem például jelenet tetszik, és ott nem láttam, hogy az állatot szenvedni hagyna, amikor az Ankylosaurusnak beleharap a fejébe, vagy leharapja, ugye ez nem derül ki, amit én rohadtul sajnálok. Igen, én azt mindig úgy hittem, hogy leharapja, és azért nem mutatják, de aztán meg mikor krétogori táborba járunk, akkor meg ott van a feje rajta, tehát. Az első évadban. Hát Szóval, igen, akkor itt is gondolom, hogy egy nyaktörés történhetett, mert azért igen, hallottunk de valamit. amúgy meg olyan hangja van, mintha letépné, tehát. Igen, Ez igen, csak tehát azért, mint a hogyha... krétogori táborban csak azért olyan, mert hogy family friendly kids show, és akkor nem teszünk fejleharapást, mert hú, de durva, hogy. Ez Igen. én ezzel kapcsolatban úgy vagyok, hogyha gyerekeknek szóló filmet akarsz csinálni, akkor ne tegyél bele gyilkost. Tehát, hogyha nem tudsz megbirkózni egy Ennyi, ilyen erős ennyi, ennyi. karakterre, ne tegyél bele. Tehát tudom, mindig mondogatják, és egy percig se tagadom, mert nekem is a gyerekkorom kedvenc filmje a Jurassic Park, tehát hogy én ezt egy percig nem tudom megkérdőjelezni. Hülyén néz ki, nagyon idiótán néz ki, bugyut kiheréled a karaktert. Tehát, hogyha egy vérszomjas állatot beállítasz a filmedbe, úgy, ahogy, akkor használd ki. Ennyi. Ne csinálja belőle inkompetens idiótát. Tehát én Igen. az animációra például ezért haragszok, de az egy másik állat lesz, szóval. Igen. Jobban, hogy nem mennék bele. Még ugye a viselkedés, meg az. Most már belemetünk az. Nem, várj. Tehát még előbb így a. Hát, design, kinéz, ez nem tudom, mit besorolhatnám, a színváltása, meg ez a hőváltása, ez a baromi menő, és szerintem ez is nagyon különlegessé teszi az Indominuszt, hogy tehát ilyet nem látsz a többi dinoszaurusznál. Tehát ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, és nagyon jól alkalmazták, hogy elrejtőzött, ugye a fáknál, és utána lemészárolt mindenkit, meg ugye ez a testhő is baromi jó Még működött hogyha jól nekem. tudom, akkor eredetileg a Carnotaurusnak volt valami hasonló A képe. A könyvben. könyvbe, Aha, mert igen. ott, de ott a kaméleon, nem a tintahal miatt. Igen, Ha. azok nagyon menők amúgy azok a karnok, de az ott horror rám, azt vágod. Nem. Ennyit tudok Ott a róla. karnók olyan baszógépek, hogy még a 20 fős Velociraptor falka se meri megközelíteni a területüket, annyira félnek tőlük. És És így még kettő szomorúbb van. az animáció tekintetében, hogy ismételten akkor ezek szerint kiheréltek egy állatot, király, Hát meg jó? ott a filmben is, mert a filmben nem váltja a színét sajnos. Pedig a Chameleon Karnó az egyik kedvencem az egész franchise-ban, nagyon-nagyon szeretem. Na Hát most már mindegy. úgy lassan húzhatjuk a strigulákat, hogy mit, hogy Igen. baszhatnánk. Na mindegy, nem érdekes. Hú, de hasznos podcast ez. Ó, elnézést, én nem akarom ilyen negatív irányba elvinni, hanem csak Én sem bocsánat, így amúgy, de hát mi, ennyi, hát most ha feljön, akkor csuklóból muszáj. kijött, bocsánat. Ja, na igen, tehát nekem az Indominus baromi jól működött, és akkor még a felépítéséről szeretnék beszélni, hogy a filmben, tehát én ezt mondanám a legjobbnak. Hogy építették fel. Tehát először csak beszélnek róla, hogy hát van egy új hibridünk, az Indominus Rex, de hogy őt nem megfogant, hanem tudod, megteremtettük mindent, tehát ilyen sejtelmes. Ez annyira jól működik a filmben, hogy aztán tudod, mikor Mazraniék megnézik, akkor se látod, csak a hátát tudod, meg a szemét, és akkor mondják, hogy ez fehér. Tudod, nem említett, hogy fehér, tudod, hogy halálra ijednek majd a kölykök, meg a felnőttek, mint annyira jó az a jelenet. És ott már kialakul róla egy képet, hogy na vajon hogy nézhet ki, tudod. És az első szabadulásánál se látod, hanem csak a lábát meg, hogy mekkora, mikor a tóvenék felnéznek, tudod. Igen, mikor keresztbe eltépi Aha, az tehát ott, igen, alkalmazott. és ott is tök jó, tehát én ezt szeretem, hogy nem mutatják meg egyből, ott is csak a kezét látod, épp a száját, minden, és akkor, amíg kitör a lábát, minden, és az annyira feszült az ajánlat, hogy érzed, hogy na ez olyan lesz, amit még nem láttál. És ez baromi jól fel van építve, ugye aztán a filmben, aztán ugye már megtekinthetjük egészben az Ankylosaurus, meg minden, és ez szerintem nagyon jól fel van építve. Tehát innen is látszik, hogy tényleg itt a filmben ő a fő,
antagonista. Ez egy baromi szép ilyen, hát karakterívnek, hát azért ez nem jó, nem, ez hülyeség volt, nem karakterív, hanem egy ilyen Szépen szép, fel szép lett vezetve. felvezetés, abszolút jó. Igen. Nincs elkapkodva, nagyon jól működik, érzed, hogy ez egy ijesztő lény, tehát van benned ilyen kicsi félelem is, már akiben nem tudom ez mennyire működött, de mindegy. Úgyhogy ebben az Indominuszt mondanám én a legjobbnak. Tehát szerintem így kimagasló. És ezért is szeretem, és ezért is őt, sokan ezért mondják őt az igazi első főantagonistának a spin-off helyett, mert ugye ott ilyen nem volt. Ilyen felvezetés. Hogyha tényleg csak is a fő antagonistákról beszélgetünk, jó, amúgy ez egy idióta gondolat, mert hát miért hívtál meg a podcastben, ha nem ezért, hát de mindegy. T-Rexnek jobb felvezetése van szerintem, de hogyha tényleg csak a fő antagonistákról beszélünk, akkor egyetértek veled, igen, az Indominus sikerült a legjobban. Igen. Ja, hát persze, hát a park egybe, hát ott mindegyik dinoszaurusznak nagyon jó felvezetése. A Brajó mindegyiknek, tehát ott persze. Direkt ki volt húzva. Tehát az első 20 fél órában kb. Nem láttál semmit. Igen, tehát igen. A végén. Na mindegy, jó. Másik téma. Ja. Az a baj, hogy nagyon sok gondolatom van mindenről, úgyhogy én amúgy igen, tényleg így órákat el tudok én pofázni. Én is amúgy az a baj, tehát hogy tehát itt egy 5 órás podcast is lehetne, de igen, sajnos hát, nem. Na, az a baj, hogy egy picit időszűkében vagyunk, de... Igen, ez kicsit gond, de nem baj, mi meg mindent megoldunk. Úgyhogy, ja, ennyit az Indominusról, én nagyon szeretem, rohadt jó a dizájnja, a viselkedés is tényleg egy ilyen gonoszos, antagonistás, barom jó, és annyira nincs túltolva szerintem. Egyébként, mert majd lesz... Nem éreztem, nem. Nálam lesz olyan, van. Igen, abszolút, de hogy nálam lesz olyan, aminek érzem. Tehát lesz olyan, ami negatív példa. Nekem is, de szerintem nem ugyanarra gondolunk. Ez lehet, ez nem tudom, na mindegy. Úgyhogy ja, ő egy nagyon magas pont számomra. Meg ahogy érzem, akkor számodra is. Igen, igen. Tehát pont annyit szerepelt, hogy kellemes volt, eleget láttam belőle, és a karakterekkel is foglalkoztak, az emberi karakterekkel. Szóval nekem a balansz a Jurassic World-ben tökéletesen működött. Számomra ez egy olyan film, ami beállhat az egy mellé. Tehát nekem igen, nagyon nekem tetszett is. Ez a film. Igen. És kurva mérges vagyok a Colinra. Na mindegy, na, más. Mindegy. Ez még annyit, hogy amúgy a kivégzése az egy méltó halál szerintem, tehát megérdemeltem, amit az Indominus kapott, és azért bassz meg az, hogy kúra baszó jelent, hogy kiugrik a mosza és elkapja. Hát az... Te amúgy a legnagyobb boss fight az igazából abszolút, a Jurassic igen. franchise-ba, tehát a az, legnagyobb. Az egy masterpiece szerintem az a harc. Hát, hogy a két főszereplő nekiugrik a legnagyobb antagonistának, ennél jobban nem csinálhatták volna. Nem, az a csúcs, én úgy gondolom. Na szerintem jó, is. Indominus vége. Na és akkor ugye most jön az Indoraptor a bukott birodalomból. Na, ez nekem az egyik kedvencem egyébként, és akkor a dizájnra térjünk ki. Úgyhogy akkor kérlek, mondd, hogy a dizájnjáról mit gondolsz? Na most így a sztori tekintetében, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy miből lett mi. Tehát, hogy ez az Indorexből lett ez az állat, vagy igazából egy továbbfejlesztése. Ezek tekintetében nekem a dizájn az nagyon tetszik. Tehát, hogy sok elem visszaköszön. Számomra ez egy félelmetesebb verziója abszolút, az Indorexnek. Indominus. Ez a... De Indorex. Tehát ez a szem az megmaradt, jó, a színezés az más, de hogy fekete is lett, tehát az ellentét. Igazából az Indominus Rexnek az ellentétje. Igen, hogy, igen. Meg fogai is, a fogai is megmaradtak. Igen, igen, igen. Szerintem külsejét tekintve rohadt jól sikerült, sok mindent úgy nem tudok hozzászólni, mert annyi gondolatom ezzel az állattal kapcsolatban sajnos nincsen, de a külseje nekem nagyon tetszik. Hogy itt csúcsra járatták ezt a szörnyes effektust, hogy igen, ez tényleg egy szörny. Igen, tehát szerintem dizájnilag így az öt közül ez torony magasan a legjobb. Tehát ez félelmetes, eszméletlenül jól néz ki, nagyon menő, hogy fekete, ezzel az aranycsíkkal így az oldalán baromi jól néz ki, és igen, tehát megtartott az Indominus főbb vonásait, tehát ugye a feje igazából az eléggé hasonlít, picit ugye robosztusabb, de a fogai, a szeme megvan, ugye neki is van hüvelykújja, a kezén nagy hosszú karmokkal, igazából a kez az ugyanaz, neki is nagy karmai vannak, illetve ezeket a quilleket is megtartott, tehát a fején ez a
ez a tollszerű dolog, tudod. Ha, meg ugye neki a hátán is van ugye egy kevés. Tehát ez a dizájn, ez egyszerűen csodálatos. Tehát szerintem ez hogyha úgy kéne pontozni ezeket az antagonistákat, hogy melyik a legjobb dizájnilag a leggonoszabb, vagy legdurabb, ezt mondanám. Tehát ez egy majdhogy nem tökéletes. Zseniálisan néz ki ez az Indoraptor. Úgy neked azért tetszik nagyon ez a karakter, mert hülyen ábrázolja azt, miért hivatott a filmbe, tehát hogy egy vadállat legyen, vagy külsőségét is tekintve ízlés szempontjából neked ez a kedvenced? Most a külsőségére gondoltam. Ha. Tehát, tehát hogyha az egész állatot nézem, én talán az nem tudom eldönteni nagyon, hogy az Indominus vagy az Indoraptor szeretem jobban. Dizájnilag ez sokkal menőbb szerintem, tehát ez a dizájn, ez jobban néz ki. De hogy magát, mint állatot, melyiket szeretem jobban, azt nem tudom, mert mind a kettőt nagyon szeretem. Tehát nehéz, tehát még az Indominus egy hatalmas nagy lény, ő egy kisebb, veszélyesebb, érted? Tehát ő ijesztőbb, én úgy gondolom az Indoraptor. Mert ez utána jön a házba, bazd meg, az Indominus meg kimarad. Hát ő lebontja az egészet a picsába, hát, hogyha ez igaz. Jogos. Hát mind a kettőben jön. Jó, oké. Okay. Utána itt amúgy ez az örök kérdés merülhet fel. De aztán tényleg nem akarok elkandolozni, hogy melyik tetszik jobban, a T-Rex vagy a Velociraptor, mert itt is ugyanez a kérdés, hogy... Hát amúgy ott a T-Rex, igen, de hogy itt meg nálam nekem nehezebb. Mert azért ez jóval nagyobb, mint egy Velociraptor. Ah, igen. Hát ez már egy nagyobb méretű kanapé. Ah, igen. Egy kanapé. Meg nekem az is tetszik a dizájnjában, hogy négy lábon szalad. Tehát még az összes többi az mind két lábú, tudod? Igen, amúgy ez ritka most. Oké, hogy használják a kezeiket, meg néha rálnak, de az Indoraptor az egy inkább egy négy lábú állat. Tehát mikor fut, tudod, mint a kislány után, mézi után, hát ott, mint a gepárd, az meg úgy fut. Nagyon durva. Ugye az volt szerintem a filmnek a legparásabb jelenete, hogy ebben a szűk folyosóban végigfut. Nagyon hát ez volt a legjobb. Igen. De majd erre kitérünk. Úgyhogy... Amúgy csak így a négy lábra... Egy kis hozzáfűzni való. Nem lehetséges, hogy azért ereszkedett négy lábra, mert alapjáraton is a helynek a szűkös terei ezt megkövetelték? Az is lehet egy... Hát ott biztos, de amúgy is sokszor látod, hogy négy lábon fut. Meg úgy is megy. Igaz, amikor a kiállító teremben meg neki indul a liftnek, akkor hát is négy kézlábra. Hát a ketrezben is négy lábon áll, tehát ő neki a négy láb volt az átlagos. Ó, igen. De nagyon igen, menő, nagyon, van. Kurva jó az Indoraptor. A hangjuk is jó, bazd meg, azt nem emeltük ki. Na mindegy, akkor most az beszúrom. Spino hangja, fucking best, T-Rex után legjobb hang, az Indominus és nagyon egyedi. Az Indoraptorok már annyira nem egyedi szerintem, de még mindig a jobb kategóriába tartozik. Nekem a Spinónak nagyon lágy volt a hangja a T-Rex után. Tehát én azt... Igen, az igaz, hogy lágyabb, olyan hatásos, hogy nem tudtak egyszerűen keverni. Karakteres lett, nem azt mondom. Mm-hmm. Tehát jó lett, csak hogy nekem a T-Rex után ilyen az Indominusnak nagyon tetszett a hangja. Őszinte leszek, az Indominus után minden más állat, akinek hallottam a hangját, de mondom, minden más állatnak, nekem igazából ilyen az előző állatoknak a rebootolt hangja, tehát igen, nekem nagyon gagyidrak sikerült. Igen. Egyedül hát nekem a Carnotaurusnak tetszik az üvöltése a későbbi filmekből. Nekem hát mert egyedinek mondható, de... Szerintem én azt felismerem bármi közül. Tehát szerintem az egyedinek sikerült, a többi nem. Hát igen, ez már ilyen ízlés kérdése, hogy sikerült. Nekem kicsit gagyi lett az Indoraptornak a hangja, őszinte legyek. Szerintem egyébként azért, mert ugye itt már átmentek a nagy dino közül egy kicsit kisebb irányba, ugye, ami újítás volt nyilván, és nem nagyon tudták, hogy ennek milyen hangot adjanak, hogy most ne legyen olyan mély, kisebb, de hogy ijesztő, tehát itt szerintem gondba voltak azért. Nekem tetszett az, hogy hörög. Az nekem is. Például, meg hogy így kopog a körmével folyamatosan, miközben hát szaglászik. Mint a raptor, igen. Ugye. Igen. Tehát az atmoszférát mindenféleképpen meg tudta teremteni ijesztőre. Tehát az a része mindenféleképpen jól lett tálalva. Uh-huh. Hát, hogy így fújtat, mint hogyha folyton taknyos lenne az orra, és nem tudná kifújni. Tehát ez nekem például nagyon tetszett a karakterbe, hogy így prüszköl folyamatosan. Nekem is nagyon menő az Indoraptor. Ebbe például kiemelkedő. Uh-huh. És a többi akkor... állat így nem prüszköl. Hát nem. jó, tehát én nagyon imádom az Indoraptor dizájnját. Szerintem a listák közül amúgy ezt mondanám talán a legkimagaslóbbnak, a Spino meg ez talán ami a legegyedibb számom, na mindegy. És na a viselkedés, ugye, hogy mennyire fő
antagonistának mondható, mennyire gonosz, hát szerintem ebben is kimagasló az Indoraptor. Te mit gondolsz erről? Bocsánat, hogy így folyton visszanyúlok az Indominushoz, viszont... Hát itt muszáj, mert ez igazából neki a jobb verziója. Szerelem gyereke konkrétan. Egyetértek veled, azért amúgy a csúcspontja, mert sajnos karakterfejlődése, tehát az Indominus projektől itt áll meg az Indoraptornál, sajnos. Szerintem itt éri el a csúcspontját ez az egész hibrid terv. Igen, szerintem is. Ez... Mert hú, nagyon jó. Indominus az a nézőknek volt. Legyen ijesztő, hangos izéhozé, de aztán meg a háttérben elkezdtek szervezkedni, hogy ezt amúgy lehetne is használni valami nagyobb célra, ami nem éppen a Wursley-ba való, és ez még csak egy prototípus, de nagyon jól lett ábrázolva, hogy igen, basszus, ez most már tényleg ész nélkül gyilkol, neki megy mindenkinek, mert ezért csináltuk. Tehát, hogy itt már elérte a katarzist a állatoknak a kialakítása az Indoraptornál, úgyhogy nekem rohadtul tetszik az, hogy igen, basszus, ki lett jelölve az elején a célpont, és akkor film végéig azt követi össze-vissza, mint valami megszállott. De mégis érzékeled az állatias részét. Na én viszont nem, tehát én szerintem ez abszolút már egy nagyon gonosz. Én benne sok állatias ösztönt egyáltalán nem érzékeltem. Hát úgy értem, hogy mit tudom én, négy kézláb van, szaglászik, ja, hát brüsszköl, nyomat kereshet. Oké. Igen. Hát az ilyen alapcuccok. De szerintem ő azért elég emberére sikerült, és akkor itt jön ki a gonoszság, hogy tehát ő a legijesztőbb szerintem. Én nem tudom, hogy vagy vele, de ő nagyon, nagyon para amúgy. Tehát, hogy... Most így belegondolok, hogy megpróbálok a főantagonisták között maradni, legijesztőbb. Hát, nekem az Indominusnak ez a nyugodt tekintete, amit én látok a pofáján, nekem azért ez parásabb, hogy basszus, olyan nyugodt tekintettel néz, de tudom, hogy 2 perc alatt izé felkloffolna, tehát nem jó. Jó, ezt adom, megértem. Aha, jó, oké. Tehát így a viselkedésem meg az agresszióra tekintve, tehát hogy... Nagyon kiemelkedő. Igen, tehát hogy... Ugye alapból az első, tehát ő nagyon emberi szerintem, így a mozgását is tekintve. Tehát vannak jelenetek, mikor, tudod, az a legelőször, mikor kihozzák minden, és akkor ott ugye megrázzák meg minden, és akkor van, hogy nem úgy reagálna olyan, mint egy dírma, de hanem így oda, úgy a kezével, tudod, mintha egy ember lenne, így ökölbe teszi, és akkor így odaüt egyet. Meg ilyenek, mert mikor kimegy a ketrecből, akkor úgy megy, hogy így a egyik kezével megfogja a rácsot, és akkor kilép, mintha ilyen ember lenne. Tehát nekem sok ilyen emberi viselkedés volt benne, és amúgy ez tetszett. Értem, hogy, mit mondasz. Hogy emiatt is ijesztőbb, hogy nem annyira állatias, hanem hogy úgy, nem tudom megfogalmazni, de hogy ő úgy baszó, szerintem. Illetve ez egyszerűen élvezi, hogyha ölhet. Tehát sokkal jobban, mint az Indominus. Tehát tekintve a kiszabadulásának a jelenete. Tehát, hogy az a franchise egyik csúcspontja. Tehát ez, hogy megmerték vállalni, és amúgy én ezért is szerettem a Bukott Birodalmat az Indoraptorról szám miatt, mert ez azért komolyabb, keményebb, ez horrorisztikusabb. Tehát itt már azért próbálkoztak azzal, hogy azért ezek a dinók nem annyira kis állatkák, na mindegy. Tehát az a jelenet, hogy amikor tudod, mosolyog. Tehát az... Szerintem mi véleményünk szerintem pont itt különbözik, mert számomra pont ez volt a filmnek a legundorítóbb jelenete, hogy... Nem mondod! Itt egy állatról beszélünk. Nekem végtelenül karakterromboló volt az, hogy igazából ez szándékosan a nézőknek megy, ez a mosolygás, hogy a fejvadász az még nem látja, hogy tehát, hogy éber az igen, állat. Igen, hogy a farkát látja sok. Gyerek szopatja a farkával. Ez a mondat, ez nagyon érdekesen hangzott, mindegy, igen, tehát, hogy szivatja nem... a farkával. hogy lóbálja meg minden, átra néz, jó, semmi, és akkor belemosolyog a kamerába. Kettős érzésem van, hogy vicceselned, de hogyha belegondolok, hogy amúgy nagyon elvette a komolyságát, tehát ott nálam teljesen elcseszték a karaktert. Én meg ott nagyon imádom, tehát én nem tudom, az, hogy úgy mosolyog, ez szerintem nagyon ijesztővé tesz, hogy épp ezért, hogy ennyire emberi, én ezt gondolom, és... Pont ez a része... Tessék? Számomra pont ez, amit te mondasz, hogy mosolyog, azért mosolyog, mert látja, érzi, hogy szivatja. Ez egy nagyon erős emberi tulajdonság, és igen, pontosan igen. Ezért nem tudom, nekem úgy kizökkentett a karakterből, hogy
hát nagyon durván emberi. Igen, Hogyha ez valahol, igen, azt tudom. ha valamivel jellemezni kéne, hogy szerinted mitől lesz emberi ez a karakter, akkor pontosan ezzel a jelenettel jellemezném, hogy pontosan ettől. Igen. Na, bazd meg, mi a fasz, nem tudok beszélni. Tehát lényeg, hogy ezt megértem, mert nagyon sokaknak ez az álláspontja, és ezt sokan mondták már, hogy ezért nem szeretek az Indoraptort, hogy ennyire emberi lett egyébként. Ezt abszolút meg tudom érteni, tehát ez tényleg egy olyan érv, hogy hát igen. De itt jön azt szerintem, hogy ízlések, meg minden. És nem tudom, nekem ez meg például különösen tetszett benne, de erre az emberi részre majd a következőnél ki fogunk térni, ahol meg viszont nekem nem működött. Nem tudom, te hogy leszel vele, de szerintem itt mindegy. egyet fogunk érteni. Még Jó, egy jó. kis hozzáfűzni való az Indoraptorhoz, hogy mikor felhúzza magát, meg ott egy kézzel tartja magát, tehát, hogy bazd meg. Kurva ijesztő amúgy. Nekem az a jelenet, mindazok ellenére, hogy ezt is egy kicsit ilyen emberinek tartom, ott azért működött, mert az ember arra számított, hogy hát most basszus le fog zúgni, és akkor a Igen. Triceratops koponyára ráesik. Nem, van benne egy csavar, fel tudja húzni magát. Tök király. Nagyon nem menő. visszaesett a picsába, mondom, Ja. ne csináld, ne. Nekem az Még... nagyon, tehát megmentették. Igen, Volt egy igen. jelenet, ami megmentette a karakter, mondom, ah, ez az, nem lesz klisé. És de. Mondom, nem Na hiszem el. mindegy. De amúgy még arra akartam kitenni az Indoraptorra, hogy ez élvezi azt, hogyha ölhet. Tehát ez ilyen, nem Freddy Krüger, jaj, aki Anthony Hopkins volt a Bárányok Hallgatlakban, mi az? Ja, Hannibal. A Hannibal Lecter-es. Én nekem ez annyira ő, tehát nem tudom, engem arra emlékeztet, mikor megöli a csávót, tehát nem elég, hogy szenvedteti, meg átbaszol, meg minden, élvezi. Tehát, hogy leharapja tudod a kezét. Tehát nem azt, hogy egyből megölni, mint az Indominus, hogy megfogta az embereket, rálépett, elharapta. Nem, ő átgondolja, hogy fogja megölni, érted? És ugye leharapja a kezét, ledobja, és még akkor is mosolyog rá, tudod? És már elkezd reménykedni az ember, de kérlek, tudod? De mosolygást azt nem érzékeltem, viszont szerintem a ott is filmnek az mosolyog, egyik leg... ott is mosolyog, amúgy. A filmnek az egyik legjobb jelenete szerintem ez, mert itt éreztem azt a tökösséget, amit igazából az egész franchise-ban nem érzékelsz soha, hogy igen. Igen, ez egy állat, és félni kell tőle. Miért? Ezért. És nagyon megmutatták. Menő. Igen. És aztán, ahogy kinyíri, azt nem mutatják, de egyébként a rész, ott hát eléggé fájdalmas halált hal ez a Whitley, mert hát kiharapja ott a beleit, meg mindent, tehát azért nem úgy ölte meg, hogy egyből, hanem még azért úgy szenvedtette egy picit. Igen, de legalább itt megmutatták, hogy igen, letépte a karját. És ami nekem igazán tetszett ebbe a jelenetbe, az nem is az állat volt, hanem az embernek a reakciója. Hogy igazából már a taknya nyála egybe folyik Igen, annyira igen, fél. És igen. Itt élő volt ez a jelenet, hogy igen, ezért félnek az emberek az állattól. Ezért. Ez a Igen. jelenet nekem csak ezért tetszett, mert át tudtam érezni. Az egyik legeslegszebb jelenet az egész Én is franchise-ban, így szerintem gondolom. ez. Igen. Tehát nekem is az egyik kedvencem. Nagyon, nagyon menő. Meg hát amikor ugye a Mészit is, a kis csajt, hogy mondjam, tehát ott ez az állat nem vadászik, hanem hát hogy mondjam, hát ilyen kis pedofilnak mondanám egyébként. Meg tudod, mikor ott a haját izéli, tudod? Tehát olyan, mi a Igen, fasz? ez a szadizza. Igen, hát ez ilyen ez a szadista. Ez a Igen. része viszont tetszett meg, mikor az ágyban van, az hogy akkor is ilyen ijesztő, nagyon ilyen lassan, lassan, ilyen horror elemesen így előjön a karja. Kurva jó, mint az Alien, nagyon menő. Tehát, igen, hogy igen, kis csákó, jól látod, most meg fogsz halni, de tudod, mit előtte még szopatlak, lassan csinálom, nézd. Kurva jó. Tehát, hogy zseniális ez az Indoraptor. Jól sikerült. Igen. Hát már megint elbaszta, ugyebár a korhatár, hogy azért Sajnos. Nem szabad meghalnia. Tehát, meg hogy, hát na mindegy. A kézleharapásnál sem volt vér, meg ilyenek, tehát. Hát amúgy, hogyha nagyon megfigyeled, akkor egy-két ilyen kisebb cafatot Jó, hát látsz, de hogy hogyha így... leharapják a kezed, akkor ott azért folyik ám a vér. Igen, de... Nem hát merték igen. megugrani. Na mindegy. Nem. Még ugye az Indoraptor dizájnjához mondanám, hogy ő azért elég különleges tekintve, hogy golyóálló a bőre, bazd meg. Ja, azt én is néztem. És azon filoztam, hogy akkor menő. Nem éles lőszer volt benne, vagy csak milyen volt ez a fegyver akkor ezek szerint. Néztem, hogy lepattan róla. Igen. Nem lep a bőre annyira vastag, hogy egyszerűen azon nem megy át a golyó. Tehát nagyon-nagyon vastag a bőre. Annyira Viszont ez vastag, amúgy hogy tetszik. Nekem is, hogy így
talán úgy tudom megfogalmazni, hogy így ugye belemegy a golyó, és akkor annyira erős a bőr, hogy ugye kiesik belőle, érted? Ha, aha. Nagyon menő. Tehát ugye hát csak háborúra tervezték, és azért gondoltak erre, hogy... És pont ezért fér meg. Pont igen, ezért fér meg a karakternél. Igen, igen. Azt, semmi másért. Azt nem tudjuk, hogy ő tudott, el tudott-e rejtőzni a színváltással, illetve a hőjét, de én biztos vagyok benne. Tehát hogyha az Indominusban is ezt kiemelték, és hogy ha harcászati cél, akkor miért ne lenne ebben is? Érted? Szerintem itt amúgy nem volt benne helyzet a filmben, hogy igen, ezt megmutassák, mert lá... igen, sötétben igen. Játszódott, fekete is volt az állat, szóval meg hát két-három embert vadászott, tehát most oda nem kellett neki, de én szerintem biztos benne volt. Sokan nem gondolják, de én ezt abszolút így gondolom. Figyelj, a gondolatmeneted alapján, hogy az Indorexben is benne volt, itt miért ne? Tehát, igen, hogy... meg mondta ugye a... Nem jut eszembe, bazd meg, a dagadt csávó az első vördbe, hogy ugye képzeld el ezt, kisebb méretben, halálos, veszélye... Dennis Akomis. Dennis Akomis. Mi? Nem, az... Ja, Wordet mondtál, Parkra gondoltam. A szakállas csávó. A, vágom, tudom. A mindegy, de hogy, hogy nem tudom a nevét. Na mindegy. Mindegy, nem érdekel. És akkor tudod mondani, hogy kisebb méretben, halálos, elrejtőzik a technológia elől. Á, nagyon. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy volt benne ilyen. Megéncsák ez. Ja. És halt. Hát megérdemelte szerintem. Na, igen. Úgyhogy nekem az Indoraptor magasan van, a viselkedése miatt is igazából, és a felépítése is a filmben szerintem menő. Nem annyira jó, mint az Indominus, de azért szerintem ez jól működött. Tehát az jelent, mikor behozzák, az annyira hatásos, tudod, mikor a ketrecben hozzák be, azt mondom. Szerintem egy hű utódja az Indominus Rexnek, hogy igen, a Word azt kitalálta, hogy ebbe az irányba akar elmenni, oké, következő filmekbe is kell, tökéletesen megállta a helyét. És ezért haragszok nagyon a harmadik részre. Igen, illetve, hogy tehát ez, át ez a bemutató jelentésen, és ugye ott látod meg először, előtte is csak beszélnek róla, meg tudod, oda nyúl a Macyhez, viszont olyan szempontból ez picit negatív, hogy ugye nem ez volt a filmnek a főszála, ezért igazából csak a film második felétől jött ő be. Viszont ott de ez egy... a tipikus üldözéses, tehát hogy unalmassá vált a film ennél a pontnál. Hát szerintem nem, de hogy érezhető, hogy itt kettő részre van bontva, és így ez a felvezetés nagyon jó, viszont már csak ezért is van lejjebb, mert itt egy fél film történetét vezették fel, érted, hogy mit igen, csak... Még az Indominus már az elejétől kezdve, a végéig az volt a fő, ő meg egy ilyen kis fél. Nekem az volt a bajom vele, hogy már megint így fel lett áldozva az egész film arra, hogy jó, ez a gonosz dino üldözi az embereket, és akkor igazából ezt láthatjuk egész végig. Aha. Hát a, más, igen, a film igen, második igen. felében. Tehát már megint kaptunk egy Jurassic Park 3-at. De viszont... Hogy én látom. De viszont ez mesteri fokon van az üldözés. Sötétben, jó, hát... horrorisztikus, alig látod, nagyon félsz. Nekem őszintén... Én nem dobott sokat alatba, tehát... Szerintem itt sokkal jobban működik ez az üldözés, és mint az eddigi filmekben. Hogy itt egy kis házban vagy, tudod, hogy ez azért egy... Annak ellenére, hogy kisebb, azért egy nagyobb testű állat azért. És tehát én nem tudom, nekem ez itt nagyon jól működött. Úgyhogy én nagyon pont azért szeretem. Működött... Az előző filmekben nekem pont azért működött, ezzel a filmmel ellentétben, mert ott voltak a filmnek áldozatai, ott meghaltak emberek. Itt négy... és három darab embert üldöz összesen az Indoraptor, egyikkel se tud kezdeni semmit. Ezt az állatot harcászatra találták ki. És az egyetlen egy feladatra képtelen, amiért teremtették. De jó, hogy ezt mondtad, mert ezt elfelejtettem volna, és ezt meg szeretném említni, hogy igen, tehát nekem, annak ellenére, hogy nagyon szeretem az Indoraptort, vannak benne negatívunk is. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ő a tökéletes gyilkológép, aminek minden izmát gyilkolásra tervezték, nem az, hogy a három embert nem tudta megölni, meg elvadászni. Egy mezei velociraptort nem tudott megölni. Egy velociraptort, hát mennyivel nagyobb ő, mint egy velociraptor? Hogy nem tudta megölni kéket? Ne haragudj már. Tudod, én nem a raptoronak adok ki, hanem az embereken, hogy egy kis lányjal nem tudott elvédni. Én meg fordítva, mert hogy dino harc meg minden, de hát azért az szerintem annyira nem volt egy fair harc. Tehát bazd meg, mennyivel nagyobb volt? És aztán még ugye le is löki, de ez egy jó harc, tehát annyira nincs vele bajom, de azért akkor nem úgy kellett volna beizélni, értem, hogy még prototípus volt ő meg minden, de hogy annyira úgy izélték, hogy ő az ultimate megbaszol minden, hogy aztán meg egy raptort nem tud megölni. Tehát, hát, itt szerintem nekem... itt a prototípus az,
ami mentségül Hát szolgálhat, meg itt talán. igazából az, ami hogy ugye még az Indominus az, tehát ott a végső csata az, az nagyon menő, és ott az Indominus van a toppon a csatában, itt meg annyira nem érzem ezt, meg itt elég rövid is a csata, szóval ja, az már nem sikerült annyira menően. De ja, illetve még erre a lézerkövetésre szeretnék kitérni, sokak szerint ez rossz ebben az Indoraptorban antagonistaként, hogy őt lehet irányítani a többivel ellentétben. Én ezt nem tartom annyira rossznak egyébként. Én szerintem ez csak még ijesztőbbé teszi, hogy ennyire egy agyatlan gyilkos, hogy van ez a dolog benne, és akkor így egyszer ennyire el lehet terelni a figyelmét, hogy akkor meg árkon bokron keresztül minden megy, hogy öljön. Én nekem ez tetszik. Szerintem az embereknek inkább a tálalással volt baja, és nagyon sok mém született ezzel kapcsolatban, hogy ott a fegyver, lézert beméri, yeah. Ember, akkor lőd már le, minek az állat? Jó, Tehát, igen. hogy nagyon gagyi volt a felvezetés. Ennyi erővel tényleg egy ilyen kis világító tollal odamutatsz, hogy előveszi a tollát, nézd, így kell csinálni. Ennyi. Meg hogy van ez a riasztó rendszer bekapcsol, úgy lett bonyolítva, és nagyon bugyután nézett ki Igen, a de megvalósítás. Amúgy is ezt hallottam, hogy ez megkülönbözteti, hogy őt irányíthatod. Mert ugye a végén is amúgy ő kicsinálta volna Owen meg a Mace-t, csak azért nem sikerült, mert hogy irányítható, és akkor sokak szerint ezért rosszabb a többitől, mert hogy el tudott terelni a figyelmét, még a többinek nem. És letesztelték, hogy akkor harcászatban ezek szerint tényleg nem állná meg a helyét. Hát lehet egyébként így, igen. Így akkor tényleg elég szarul. Hogyha megszerzi a másik a fegyvert, érted? Azt akkor rámutat, akkor megöli a sajátját is, tehát... Hogy most kinek fogy ki előbb az eleme a világítós tolból, most itt ezen megy a ver... Elég nagy cuminak hangzik igen, most, hogy úgyhogy, mondod. Úgyhogy, ja. Na mindegy, én szerintem amúgy mindent kibeszéltünk az Indoraptorról egyébként. Szerintem is. De nagyon menő, jó a felvezetés, a design, fuck the world. Én a filmbeli szerepét is nagyon szerettem, meg ez amin én érzem, hogy na ez gonosz. Tehát ez egy ultimate, egy ilyen szadizó kis köcsök. Úgyhogy... Hát, na? Szintén én egyik karakternél se éreztem ezt a velejéig romlottat. Én tehát nekem se, mindig de itt, az állat én volt, itt meg az éreztem. Ösztön. Itt éreztem. Nem egész végig, de sok helyen. Whitley például, mint a kis csaj, tehát azért jó. Te szadizásainál. Igen. Na jó. Ott igen, ott lehetett. Oké, okay. Na hát akkor most pedig a mély vízbe beugrunk. De jó, tehát eddig igazából a top 3-ról beszéltünk szerintem, de hát sajnos még van kettő. Hát a Scorpius Rex lesz a következő, a Krétogori tábor kivagasló harmadik évadából, ami sokaknak a kedvence az egészből, és én ezt nem tudom egyszerűen megérteni, hogy lehetséges ez, de jó, oké. Okay. Meg én olyanokat is hallottam, hogy a Krétogori tábor az egyik legjobb dolog, ami az elmúlt 10 évben történt a Jurassic franchise-zal, a harmadik évad, meg ilyenek. Ezt nagyon sajnálom, hogy ez tényleg így van a rajongók körében. Igen, ezt én sem nagyon tudom megérteni. Részvétem, esküszöm részvétem. Ezért nem vagyok benne a rajongói csoportokban, de tehát, hogy igen. Na mindegy, itt van a Scorpius Rex. Kérlek, mondd, hogy mit gondolsz a dizájnjáról. Most, előtt még bármiben belekezdenék, fenntartom a lehetőségét annak, hogy rosszul fogom kimondani a nevét. Scorpius, így jó? Scorpius, igen. Angolul mondják Scorpiosnak, hogy óve van írva, de magyarul Scorpiusnak mondják, szóval. Amúgy úgy hívod, ahogy szeretnél. Nem baj, belefér egy két nyelvbotlás. Ja. Kinevettél, de szerintem igen, ugyanarra gondolok, ocsmány. Hát ocsmány. Tehát, hogy minek szar. Van. Fúj. És itt tényleg ezeket a dolgokat nem azért mondom, mert haragszok rá, és akkor a sértettségem beszél, hanem, hogy alapjáraton az összes karaktert már mint állatot, ebbe a filmbe úgy szokhattuk meg, hogy ilyen hosszúkás pofája van, itt meg nagyon ilyen kis összetömörített, ami lehetne egy újdonság, és működhetne jól is, nem sikerült, maradjunk ennyibe. Hát, szerintem csúnya lett. Igen, erre a pofára kitérünk, hogy azért ez nem teljesen igaz, mert úgy például a Carnotaurusnak rövidebb a pofája, mert Abelisaurusnak ezeknek jellemző volt az megfogtál, életben is. Igaz. De itt túlságosan baj, rövid. Tehát itt, hogyha megnézed a szemem meg az orruk a közötti távolságot, hát nem, egy deciméter, tehát nagyon, tehát túlságosan rövid, és ennyire rövid, hogyha ennyire rövid egy pofája az állatnak, az életképtelen egyébként, megjegyzem. Nem életképtelen, de hogy az nem lesz egy csúcsakadozó, mert így alig kap levegőt, de annyira tudományosan ebben nem mennék bele, de hogyha ennyire rövid egy állat pofája, az nem lehet sikeres ragadozó. Mindegy.
ott a mops. Szerintem az se arról híres, hogy hú, de is sikeres élőlény. Példának felhozva. Szegény állat, bazd meg. Hű, bazd meg. Tehát, amelyik ugye kitegy érzted. Istenem. Én nagyon haragszok az emberekre. Na, mindegy. Na, ugyanez van itt is egyébként. Na mindegy, igen. Mondtál valami tök királyot. Hülyén néz ki, életképtelen. Rövid, ja igen, igen, megvan. Na. Lehetséges amúgy, hogy azért haragszunk rá ennyire, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az Indominushoz és az Indoraptorhoz is valamennyi köze van, uh-huh. És lehet, hogy tudatalat hozzájuk viszonyítjuk, mert én amúgy az Indoraptort látom benne, mint hogyha valami elbaszott fanart lenne. Igen, olyan egyébként, és ezért is haragszok rá, mert az Indoraptor meg az Indominus kurva jó hibridek. Jól néznek ki, menők, nincs velük baj. És akkor bejön ez. Ez a szütyő, hát igen. Hát értem én, hogy első hibrid, meg hogy alig tudtuk megcsinálni minden, de könyörgöm, tehát ne ilyen, de hogy néz ki? Tudod, miért az nem tudom, várj, hogyha jól tudom, akkor ez történet szempontjából az Indominus Rex előtt van. Igen. Tehát ez a legeslegebb jó. Ezt csinálták először, csak aztán lejegelték, és utána jött az Indominus. Ez is egy nagyon fontos retcon volt egyébként, tehát nehogy, tehát vonjuk meg az Indominustól még azt, hogy ő volt az első, egy ilyen ocsmány fontos volt, igen. Igazából én a külsejét még el is engedném, és akkor azt mondanám, hogy jó, azért sikerült ilyen ocsmánya, mert amit most mondtál, hogy ezt is alig tudták összetenni, ez volt a legelső próbálkozásuk, ezt még elengedném. Uh-huh. Megnyilvánulása, ami nyilván egy másik pont lesz, ezért nem megyek bele, tehát a viselkedése szempontjából meg nem tudom megérteni, mert én egy ilyen bakit érzékelek a rendszerbe, hogy őszinte legyek, de uh-huh. Akkor erről majd később beszélünk. Igen. Hogy én úgy vagyok vele, hogy a viselkedése miatt a kinézetét se tudom elnézni nekik. Igen, meg tehát itt azt érzem a kinézetnél, hogy ez tehát ez ennek az ijesztő szörny kinézetnek a ló túloldala. Tehát ez már egyszerűen annyira egy szörnyes, hogy ez egyszerűen egy elképzelhetetlen élőlény. Tehát ez már annyira tényleg egy annyira, tehát ez tényleg mintha bazd meg egy ilyen Alien filmbe néznék valamit. Tehát ez már nekem annyira kiesik a Jurassic franchise-nak a, nem is tudom, a világából, hogy nem tudom, tehát szerintem ez már... Nekem már a robotok is kiestek, tehát hogy... Nekem amúgy nem, de az megint egy másik téma. Tudom, viszont most akkor megfogtalak, ez egy tök érdekes dolog, hogy itt egy állatról beszélünk, és a kialakítása miatt nem fér bele ebbe a világba, a robot az viszont meg megfér. Uh-huh. Mint ez a fajta intelligencia. Na mindegy, akkor ez is egy... Húzunk már egy harmadik strugulát, ez is akkor egy másik téma. Ez az. Nem tudom, tehát itt is, tehát mondom, ez a rövid, főleg a rövid pofa zavar engem, meg ez, hogy tiszta tüskés, és hát ilyen sarkantyúja van a lábán, tudod? Hm? Amivel felszúrja magát a picsába. Tehát, hogy mi a fasz, miért van ott tüske? Hát úgy, tehát hogyha lefekszik, vagy valami... Nem, nagyon csúnya. Meg nem tudom, a színesre tetszik, tehát egy ilyen basic szürkés. Tehát nincs az, hogy még az Indoraptorán van rajta valami szép minta, ezen sincs semmi, vagy ezen nincs semmi, hanem csak egy ilyen fos. Viszont, amit talán elismerek a karakternek, hogyha tényleg az Indo előtt készült, meg akkor igazából azt a célt hivatott volna szolgálni, mint az Indominus Rex, azért lehet beszélni a külsejéről, tehát hogy mint... látogatóknak lehet, hogy megnyerő lett volna, szóval ne, ezért nem... Nem, azért is mondtam azról, hogy ő nem engedi, hogy ezt mutogassa, mert túl ocsmány. És mennyire igaza volt? Én amúgy, tehát ocsmány és ijesztő. Tehát, igen, hogy azért de... ezt élőben látnád, hogy ez itt hörög, meg minden. Tehát kimennék, bazdmeg, kimennék. Tehát, hogyha valamelyik hibrid félelmetesre sikerült, vagy elfussáráltra, akkor ez a karakter. Igen, szerintem is. Igen, igen. De azok mellett, hogy amúgy én haragszok erre a karakterre, ez sikerült szerintem a legfélelmetesebbre, mert annyira ocsmány lett és indokolatlan. Igen, tehát ennek a jelentei azok eléggé durván horrorisztikusak. Tehát például amikor először meglátjuk, majd erre kitérjük ott, az egy horror jelent szerintem. Egy gyerekműsorban, ami meg érdekes. Nem mindegy. Hát... Tehát nem jó helyen volt ez használva, szerintem. Igazából a külsejéről úgy ennyit tudnék mondani, mert... Akkor jöhet szerintem igazából így a viselkedés, vagy nem is tudom, milyen agresszió. Tehát nekem ez túl volt itt tolva például ez az agresszió. Én itt éreztem először, hogy itt ez már túl agresszív nekem.
Milyen jelenetekben nyilvánult ez meg? Hát például, mikor fut a 30 darab paraszóruló fusz, és ő úgy öli meg őket, hogy egymás ugrál a másikra, de tényleg annyit látsz, hogy ráugrik, torok elharapás, rá, tehát ennyit látsz, és nekem ez túlzásba volt már véve, pláne úgy, hogy ilyen hatalmas, nagy, több tonnás állatokat egyből megöl, de pár gyereket nem tud elkapni, tehát hogy azért ne szórakozzunk már. Nem tudom, nekem ez nagyon nem tetszett. Meg most ugye ő így úgy szaporodott, hogy ilyen önmegtermékeit és hülyeségű, amit nem szeretek. És ott aztán neki megy a saját anyjának, tehát meg miért? Tehát most miért? Nem tudom, nekem ez nem tetszett. Meg ezek a mérgezése tetszett. Tehát most doktor úr, mi a francnak kevert bele ilyet? Halálos mérget, bazd meg. Hát ez hülye? Hát indokolatlannak hangzik, hogy itt lehet sejtetni azt, hogy jó, lehetséges, hogy nem fő attrakciónak szánták, hanem hogy a katonai irányba is kezdtek kikacsingatni. Tehát, hogy az is lehet. Libinak ezt így mondhatnám. De miért hát én haragszom? Na, igen? Igen? A bocsáss miért? Meg, nem akartam a szabadba ne, vágni. Dehogy is, csak hogy ami miatt haragszom, igen. Hogy ez a karakter számomra egy sablonos, unalmas antagonista, súlytalan tetteket. Tehát azért sablonos, mert képviselni akarja azt, amit az Indominus meg az Indoraptor, tehát ezt már láttuk, szóval újat nem mutat. Mm-hmm. És mit mondtam? Án az Indominusnál, vagy a Spinosaurusnál, hogy én megértem, hogy a Jurassic széria gyerekeknek szól. De akkor gyerekeknek csináljál műsort. Tehát ne tegyél bele olyan erős karaktert, akivel nem tudsz bánni. Mert itt számomra a Scorpius az, ami gyönyörű szépen prezentálja a problémámat a franchise-zal kapcsolatban, hogy vérszomjas állatokat akar bemutatni úgy, hogy közben mindegyik állat ki van herélve. Tehát tényleg itt a Keratosaurus-t is, vagy nem tudom, hogy te hogy említett, Ceratosaurus, Keratosaurus, ez keratónak is egy jó kérdés. Mondom, ki... keratónak egyébként. Igen, jó kérdés, hogy ki hogy elti. Mm. Tehát, hogy őt is behúzza. Elharapja a torkát a picsába. Igen, meg ahogy te is mondtad, paraszaruló foszokat mind megöli, gyerekekkel nem tud elbánni, tehát igen, nekem ez a bajom ne, ezzel a szériával. Igen, igen. Meg, de viszont, meg, ne haragudj, szomnyos... hogy megszakítottalak amúgy, bocs. Igen? Hogy... Elfelejtettem, na mondjad akkor, hogy... Na jó, ez... Bocs! Igen. Nekem a legnagyobb problémám, és ez majd a következő karakterrel is lesz, hogy ne csináljatok gyerekeknek mesét olyan karakterekkel, akik vérszomjasak. Tehát, hogy ne, idiótán néz ki, ezért haragszok rá, hogy... Egyetértek. Scorpiust úgy állította be, hogy a legvérszomjasabb, ez egy vadállat, ez hallod, ez még a Pathfinder-t is ketté törni, tehát hogy mindenkit megöl, elpusztít, minden robbant meg minden, tehát ez egy ilyen harcászati eszköz, mit tudom én. Gyerekekkel meg hirtelen így inkompetens lesz, hogy tehát nem, fú, ahogy így mondom, így érzem, hogy így kezd felmenni bennem a pumpa. Engem is szépen. Tehát, hogy nagyon felbosszant. Nagyon. Döntsétek már el, hogy gonosz vagy nem gonosz. Meg itt azt akartam mondani, hogy amúgy meg annak ellenére, hogy ez egy gyerekműsor, és hogy az előző, meg a későbbi évadokban milyen fasságok, meg ilyen hülyeségek voltak, hogy semmi halált nem mutatnak minden. Itt bazd meg olyan durva jelentek vannak, hogy tehát érted, hogy kiesik a krétkori tábornak ez a szokásában, hogy nem tudom, hogy mondjam. Érted, lehet ezért tetszett gondolod? Amúgy sokaknak. Ezért tetszett sokaknak, igen, mert hogy ilyen horros, de akkor meg a többi is miért nem volt ilyen? Érted? Tehát miért? Annak örülnék, igen? Hogy nem kéne túlzásokba esni, hogy nem kell horrornak lennie, nem kell durvulni, csak kezeljük a helyén a karaktereket. Igen, hogy igen. Annak a való életbe is olyan emberek, akik barátságot kötnek a jegesmedvével és a házukba tartják, meg az oroszlánt is meg lehet simogatni, én ezt a részét értem, mert a való életbe is meg lehet csinálni, vannak idomárok. Nem tartom elképzelhetetlennek. Igen. Azért Ez a franchise, ez pont azért működik, mert dinókat látunk, és nem azért nézzük őket, mert top 24-be alszanak, nem mert nyegetés jelentenek igen, igen. A nézőre, de hülye vagyok, a szereplőre. Igen. Mindegy, úgyhogy igazából kitomboltam magam, Scorpius. Jó, én majd a következőnél fogok. Még, hú, mit akartam még ezzel mondani? Hűha, ez a Scorpius-szal. Hogy igen, tehát hogy nekem annyira emberi volt, hogy mondtam az, hogy az Indoraptornál
is emberi, és ott mondtad te, hogy neked az túl emberi, nekem meg ez túl emberi. Tehát a mozgásának, mikor tudod, így feláll két lábra, meg így mikor üvölt. Ja, igen, igen, az, igen, igen, így hátrahajlik a igen, és az igen. Olyan szinten emberi nekem, hogy ez a Scorpius Rex, én most itt kimondom, ez nem jobb, mint amit a Jurassic Park 4-hez terveztek, az ember-dino hibridek. Tehát ott eltörölték, itt pedig megkaptuk. Köszönjük szépen! Itt talán azért egy fokkal jobb, mert ahogy láttam a koncepciókat, ott már inkább ilyen ürlényszerű. Amúgy nem sok különbség volt. Van a pofája között, ha megnézed, az a raptor-ember hibrid meg ez között. Mind hány inger? Nem. Ez borzasztó. A Jurassic World-be dinókat akarok nézni, igen. Köszönöm. Nem, szörnyeket. Nézem az Alien-t, hogyha arra vagyok kíváncsi. Igen, igen, igen. És hogy mennyivel jobb az meg az Indoraptor, meg az Indominus, mint ez. Fényévekkel. Megdöbbentő egyszerűen, hogy olyan jó dolgok után ezt hogy sikerült összehozni. De sokak egyébként szeretik a Scorpiust, én nem haragszom rájuk, tehát félreértés ne essék, én mindenkinek elfogadom a véleményét nyilván, de megdöbbentő számomra, ez még mindig, hogy egyszerűen sokan annyira szeretik, hogy top 3-5 dinóba teszik a franchise-ban, és nekem ez annyira megdöbbentő. De elfogadom egyébként. Hát, szerintem ronda, de igazából ugyanaz kb. A véleményünk, hogy... Igen, igen, tehát erről jót nem tudok mondani, viszont mint fő antagonista a felépítésére a sorozatban erre viszont kitérek, hogy az viszont jó, ahogy felépítik. Az nekem tetszik. Nem tudom ezzel, hogy vagy. Ennyi pozitív módot megadok neki. Az a baj, hogy itt nálam ez már kevés, mert T-Rexnek megvolt a felvezetése, az Indominus Rexnek megvolt a felvezetése, az Indoraptornak is. Tehát, hogyha én 600-adjára látom ugyanezt a lassú, lefolyású felvezetést, az előzőeknél működött, tök jól nézett ki. De hogyha sokadjára látom, nekem unalmas volt. Nekem unalmas volt. Hogy, ahogy jó, oké, megint van egy karakter, sokáig nem fogjuk látni, felvezetés, oké. Nekem vontatott volt, hogy jó van, minden, mutassátok már meg. Most már nem érdekel, ne vezessétek fel, mutassátok meg. Én jó, szerintem szar. Ezt tudod miért van? Azért, mert itt alapból a harmadik évad meg a részek szarok. Még a filmek jók voltak, és ott érdekelt a sztori annak ellenére, hogy nem volt mutatva a fő. Érted, hogy mire gondolok? Ezzel amúgy egyet is értek. Na, ezért, igen. Látok tehát, benne relevanciát, amit mondasz. Igen. Nekem meg ez tetszett, tehát szerintem az tök jó volt, hogy ugye, tehát amúgy a felépítése a Scorpius Rexnek erős olyan szempontból, hogy már az első évadban be volt tízelve. Tudod, hogy ilyen rejtett egész. Dolgok mi ez. Igen, aztán igen, a második igen. Évadban, hogy E750, meg van egy külön szoba minden, és akkor a vége az, hogy ő ott kijön, és akkor itt meg itt is ilyen szép felépítés, és akkor végre meglátott, ez nekem nagyon tetszik. Tehát én szeretem az ilyen felépítéseket, csak hát az eredménye nem lett jó, így kukába mehetett igazából az egész, mert én jobbra számítottam. Egyetértek azzal, amit mondtál, hogy filmbe meg tudták csinálni, sorozatba. Nem. Na igen. De azt tetszik, hogy ugye megöli a Keratosaurus, tudod, aztán látod, hogy egy ilyen Gallimimus felvisz a fára, mint valami leopárdba, az meg mindegy, és akkor tudod így szétbassza, meg minden. Tehát nekem ez a felépítése tetszett, az első jelenete is, amúgy annak ellenére, hogy egy ocsmány minden, az tetszik. Az az egy jelenete tetszik a Scorpiusnak, amikor megtámadja a gyerekeket, ott érzem a félelmet, ott érzem a horrort, azt én szeretem, viszont még arra kitérnék, hogy ez a Scorpius, hogy tehát itt állandóan elterelik a figyelmét. És még az Indoraptornál ez nem zavart, hogy ugye ezzel a lézer elterelik. Itt engem borzasztóan irritált, hogy mindig úgy menekülnek meg tőle, hogy valami felrobban, vagy felgyújtanak valamit, vagy érted? Hát a és fényre. Hát nem a fényre, a tűzre. Tehát ugye így a melegségre ment, vagy mit tudom én. És akkor, hogy az. Igen, mert ő valahogy ilyen bután lát, vagy ilyen hő, tehát a hőre. Igen, és hogy annyira, hogy így a tüzet így annyira nézi, hogy tehát az Indominus is ugye a hőt érzékeli, ezt mondjuk elfelejtettük mondani, hogy ő ugye az embereké ment a hő, és nem is egy tök jó antagonista húzás, de mindegy, több ezt se csinálta egyébként, csak ő, hogy itt érzékeli a hőt, de hogy a tűz meg annyira így megbabonázza, és akkor igazából elmehetsz mellette, meg megsimogathatod, mert ő nézi a tüzet, bazd meg. Tehát, hogy ez így... Nem tudom, nekem ez ilyen rohadt gagyi húzás nekem volt, is, hogy nekem jó. Is, nekem megint... is, nekem is se tetszik. Megint csináltunk egy ilyen istenszerű állatot, egyszerűen nem lehet legyőzni, jó. Hát akkor valami karakteres fordulat kéne, basszus. Hát akkor hogy ne halljanak meg a gyerekek, valami legyen már, hogy... Igen, és igen. Ez így oda lett hány, hogy szereti a tüzet, és így... Én ezt érzékeltem, hogy megint nagyot vállalt a sorozat, hogy létrehoztak egy elpusztíthatatlan karaktert, és nem tudták megölni. Jó, de hogyan picsázzuk el?
Én tudj, annak jobban örültem volna. Ja, mondjad, bocsánat. Hogy vannak filmek, amik tök jó megoldást csinálnak, tehát például ahogy a Thanos-t kezelték, hogy oké, ez egy másik franchise, csak mondok egy jó példát, hogy ott például tök jól megoldották, hogy létrehoztunk egy istenszerű lényt, hogyan kéne elpicsázni. Oké, megcsinálták. Tehát, hogy a Gravity Falls-t is nem tudom, hogy nézted-e kicsiként. Hát régen néztem, de aztán a végét már nem vágom. Majd egyszer megnézem, de nincs annyi időm. Mindegy, tehát nem megyek a spoilerbe bele, ott is tudták kezelni a helyzetet. Itt nem tudják. Igen. Meg itt a végén olyan furcsa nekem, hogy itt kéket ezek se ölik meg. Tehát van kettő Scorpius, és egyszerűen nem képesek azt a tetves raptort legyőzni. Én szeretem nagyon kéket, tényleg egyik kedvencem. De hogy annyira túl van már magasztolva bazd meg itt, hogy az hihetetlen. Figyelj, ez tök egyszerű a magyarázat rá, ami nem történet szempontjából magyarázat, hanem hogy úgy nekünk nézőknek. Főszereplő raptor, akár csak a főszereplők nem lehet megölni. Igen, hogy miért? Igen. A fasz se tudja. Igen. Hát pont, az igen, kell, mert akkor nem tudunk eladni több merch-et. Döglött raptort nem adunk el. Igen, még annyit szeretnék, mert amúgy tök sokat beszélünk a Scorpiusról, de hogy, és én ezt nem akartam, nem azt, hogy nem akartam, nem vártam, de jó ez egyébként, és hogy kettő van. Tehát, hogy ezek szerint nem elég belőle egy. Kettő kell, bazd meg. Két cserébe kettővel se tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy bazd meg, miért, és nekem sok kérdés van, amit felvetek így Colin meg a franchise készítő között. Tehát ez szerintem ott van a top 3, hogy mi a francért kellett belőle kettő. Egy is sok volt, meg erős, meg minden. De ez a kettő, ez annyira egy fogyatékos húzás. Tehát, hogy ezt kiveszed, hogy kettő van, semmi nem történik. Semmi változás nincs. Egy döglik meg a végén, nem kettő. Minek kellett ez? Azért, nekem, kettő figurát csináljunk, az kettőt vegyenek meg, bazd meg, vagy mi a faszom? Nekem amúgy nagyon érthetetlen volt, tehát én az elején pislogtam, hogy várja, én lemaradtam valamiről, mióta van kettő. Meg hogy, te igen. Megzavart engem egy kicsit, hogy, meg, de legalább ugyanúgy néz ki mind a kettő, ha jól emlékszem. Picit az egyiknek már zöldesebb a színe, de ennyi, de meg ez is zavar, hogy oké, hogy kettő van, de ugyanakkorák, bazd meg. Tehát pár hónapig, körülbelül 3 hónapig volt ez a szar kiengedve. Tehát ő az alatt megtermékenyítette magát, rakott egy tojást, az kikelt, majd felnőtt még ugyanakkorára, mint ő, bazd meg. Aha, értem. Tehát nem lehetett volna az egy picit kisebb. Nem, úgy pontosan ugyanakkora. Tehát meg aztán megölik, fú, bazd meg. Na, az nagyon rossz. Nekem az a mélypontja a 3. évadnak, hogy 2 van. Lehet, hogyha azt kivennénk, hogy 2 van, lehet egy picit magasabb, tehát lehet ennyire nem utálnám a 3. évadot, meg ezt a Scorpiust, csak azt mondanám, ocsmány, meg ilyenek, de így viszont tényleg, nekem ez a mélypont. Tehát ez egy viszont, igen. Mi csak úgy kisebb idézős érdekesség, ami nem annyira fontos, de én úgy érzem, hogy megemlítem, van a Jurassic World Evolution. Tudom. Igen. Ott tök jól néz ki. Ott például tetszik is, mert ott lehet a színét váltogatni. Ott például vannak minták. De ez a fehéresebb minta. Hát a minták jók benne, de a modell ugyanolyan szar szerintem. Ugyanolyan ocsmány, tehát. Én úgy vagyok vele, mert most így előttem van a kép. Nem egy menthetetlen karakter. Szerintem már megint a tálalás, ahogy kezelve lett a sorozatba, szerintem nálam leginkább az baszta el. Mm-hmm. Ja, igen, meg mellesleg a játékfigura az nagyon szarul néz ki. A Mattel? A. Nekem az megvan, én rohadjak meg, de szerintem az jobban néz ki, mint amit megkaptunk. Nincs annyira vékony keze, lába. Ott fordítva gondolom. Mondjuk az egy nagy, az meg jó nagy hiba amúgy a Mattel figurában, hogy azon nincsenek tüskék. Tehát végül is. Csak a fő dolga. De semmi, nincs a fején, hátán, farkán, hát mondom, ja, farkán van, bocsánat, de szerintem már csak könnyíteni akartak, hogy jó van, oké, hát, kurva szarul, jó, sikerült, akkor besegítünk. Nem tudom, de amikor meg egy plusz fun fact, mikor kiadták azt a figurát, úgyhogy még nem jelent meg a sorozat, de már néhány kép lehetett róla szó, hát és a nagy youtuberek, a Gaming Beaver, meg ezek kitettek videót, hogy amúgy érkezni fog ilyen figura, hülye letiltotta bazd meg a Mattel a videót, meg olyan copyright strike-ot kapott, hogy majdnem a csatornájukat törölték. Normális, nem bazd meg. Nem, hogy ezt nem értem, tehát hogy először is kezeljük a helyén a dolgokat. Ez a csatorna szponzorálja a termékedet. Igen. Ahelyett, hogy hálás lennél, ez az egyik. A másik, menj a picsába, te kiszivárogtattad ezt a képet, akkor szabad préda. Ennyi. Tehát minden, amit kiteszel a...
Igen. Független attól, hogy ennek lesz-e jó vagy rossz kicsengése, sajnos ez így van, ez az alapszabály, ami kikerül a netre, az a Az már bárki... nem a tied, igen. Oké, tehát itt részletekben nem mennék bele, tehát személyes adatok izé-hazé-hazé, tehát azért van kivétel, Jó, de ez pont persze. nem az. Persze. Jó, én szerintem erről a Scott Plusról úgy eleget beszéltünk, mert Van. utáljuk, bazd meg. Hát azért egy utálat az erős szó Nekem lenne nem, rá, én de utálom. Szívesen lehánynám, tehát Na, ez is jó, ragyunk tetszik, ennyiben. tetszik. Ezt visszafogottam. Igen, én gyűlölöm. Na és, tehát neked itt volt a rend. Na most következek én. Az ötödik főantagonistával, ami a Jurassic World világuralomban lévő Giganotosaurus. Tudottam, hogy vannak vele gondjai. Átvennéd itt a szót, vagy kezdjem én ezzel? Nyugodtan. Nem szeretnék a szabadba vágni, úgyhogy nyugodtan. Bármi, tehát, ami van. Tehát, hogy ez, gyerekek, Purple Fright, ez a mélypont szerintem. Nem tudom, mivel kezdjem. Tehát, szerintem akkor menjünk úgy, mint ahogy mi is csináltuk, tehát a design. Tehát, hogy a faszomban néz ki ez a giga, bazd meg? Tehát, hogy ez minden, csak nem egy Giganotosaurus. Tehát, hogy ha megnézel bármit, ami médiába született, és Giganotosaurus a neve, sokkal jobban néz ki, mint ez. Tehát hasonlítsuk össze a Jurassic World Evolutionben az alap Giganotosaurust. Az egy nagyon szép dizájn. Úgy néz ki, mint egy állat. Vannak rajta is tüskék, érdekes, és mégsem ilyen. Nem rohad a foga, nem sebes, normálisan néz ki. Ez megdöbbentő. Én mikor az első képet erről megláttam, és most lehet picit önismétlő leszek, de ezt elmondtam egyébként a legutáltabb dínos videómban is. Hogy igen, azt végig is néztem. Helyes. Tehát, hogy egy valódi élőlényt így ábrázolni, tehát engem ez felidegesít egyszerűen. És mikor megláttam az első képet, geci, azt hittem, én megőrülök, bazd meg. Tehát mondom, én nem hiszem, hogy ez egy real. Én mondom, ti szórakoztok velem, mert ez biztos nem egy leak. Hát, bazd meg, az volt. Fú, bazd meg. Tehát ez a főleg a taraja meg a tüskezavar leginkább egyébként, hogy ilyen félméteres tüskés a háta, csak azért, hogy menőbb legyen. Mert szerintük alapból egy Giganotosaurus az nem elég menő. Hát akkor tegyünk rá tarajat, meg okádjon tüzet, meg ilyenek. Tehát egyszerűen borzasztó, azt nekem a színe se tetszik, oké, hogy csíkos, de minek? Tehát ilyen szürk és fekete, miért nem lehetett valami zöld, vagy mit tudom én, tehát annyi szín van, miért megint egy ilyen basic, sötét szint kellett választani, ezt nem értem, tehát lásd a Spino is mennyire jól működött, hogy ilyen vöröses, amúgy. Tehát egyszerűen ezt nem tudom megérteni. Meg, tehát tényleg ez a dizájnja a mélypontja nekem. Tehát amúgy se szeretném, de akkor nem gyűlölném, hogyha nem lenne ilyen. Ez a valódi állatok közül ez a legrosszabb design a franchise-ban. És ez azért utálom jobban, mint a Scorpius, mert az még egy kitaláció, ez egy valódi állatnak az elrontása. És ugyanide hoznám a Baryonyx-et is, hogy ugye ezt említettem, hogy az is borzasztó, és akkor azt nem tudod, hogy miért vagy. A Giganotosaurus-szal kapcsolatban megértem, hogy mi a problémád, a Baryonyx-szal kapcsolatban egy kicsit el vagyok tévedve. Talán ez a kis pup, amit talán hiányolhatsz. Nem, de kezdek érdekes lenni. Tehát nem, hát az is hiányzik, de hogy lehet, hogy bevágok egy képet, meg majd neked elküldöm, hogy mi a különbség a valódi Baryonyx meg ez között. Tehát, hogy a fejét, ha megnézed, a filmesnek az egy lapos, széles aligátor fej. Még a valódinak egy ilyen szép kis keskeny feje volt, olyasmi, hát mint egy, mondjuk egy gólyának, vagy egy gémnek, hogy ugye a halászathoz. Igen, hogy ilyen vékony lesz a vége igen, felé. Egy ilyen vékony, vékony pofa, szép, minden, itt meg egy literálisan egy aligátor a feje, az egész háta is ilyen tüskés, mint egy aligátornak, nyilván az életben nem volt, és az óriás karma is hiányzik, tehát azt nem tesszük rá, mert az nem elég menő, hogy van egy hatalmas karma a kezén. De a fejére krokodil teszünk, mert az meg menő lesz. Tehát, hogy így köszönöm. Most amúgy én látom a különbséget, hogy kb. Hogyan néznek ki realisztikusan, és látom a filmben itt. Igen, látom a különbséget. Megértem, hogy... Mint hogy gondolom, megértem, mi a bajod, mert nekem amúgy tetszik a külseje. De megértem, hogy neked mi a problémád vele. Nekem már az is ékorszakban jobban lett ábrázolva ezek szerint. Rudi basz úgy... meg. Jaj. Most, hogy mondod, amúgy kezd felkúrni, tényleg nincsen ez a kis karoma.
Nincsen. Meg nagyobb egy, nagy, egy nagyon picit hosszabb, de nem annyira, mint kéne. Na mindegy. De giga... Hát ez gatya. Az egyébként... És hogy mondod? Az szar. Na mindegy, de a giga az azért rosszabb szerintem, mert a Baryonyxról én azért felismered, hogy jó, ez az akar lenni, szar, de azért látom benne, hogy itt próbálkoztak. Itt nem látom, tehát ennek a, se a feje, tehát hogy ilyen olyan a fején, mintha ilyen szarvak lennének, tudod? Tehát ilyen kinövés az egész itt a szeménél. Azt se értem, hogy miért. Taraj, a keze olyan pici, hogy meg így a nyakából nő ki, mert nyilván nem lehetne jó helyen, persze. Meg alig van karma, tehát azért volt karma, tehát minimum akkora, mint úgy a T-Rexnek. Itt meg, hogyha megnézed, ilyen kis... mintha az ujja végét így beledugta volna a festékbe, és ennyi bazd meg. Hát, ja, ilyen kis nagyon peceg. Rossz, ilyen kis húsos kis izé, meg ilyen nagy lomha dög, még azért a giga egy fürgébb állat volt. Tehát borzasztó ez a dizájn. Hogyha úgy nézem a dizájnt, hogy mennyire szörnyes, gonoszos, ijesztő, akkor oké, akkor ok, jó, akkor menőn néz ki, gondolom, a, így az átlag emberek számára. De a Spino is menőn néz ki. Erre csak ennyit mondok, szerintem. És az is egy fő antagonist. Meg az Indoraptor, meg az Indominus is. És azokon sincs ennyi tüske meg taraj. Úgyhogy, igen, tehát ez engem nagyon fejlegesít. Nem tudom, te a dizájnról mit gondolsz egyébként. Na most igazából én azon filózok, hogy te végig szeretnél-e menni elejétől a végéig, tehát akkor külső, tehát hogy mindent tegy be, vagy akkor ugyanígy részekről részekre haladjunk. Hát most akkor tartsuk meg így. A dizájn még gyors elmondod, aztán igazából erről olyan sokat már nem lehet beszélni, meg igazából itt már egybefoglalom, mert ez már megérdemli. Úgyhogy akkor a dizájnról mit gondolsz amúgy? Mert nagyon eljutalak. Igazából... Ja nem, direkt végig akartalak hallgatni. Ja, okay. Akartam közbevágni, mert ez így egészbe lesz, szerintem számodra érdekes. Alakítását tekintve, számomra a T-Rex mellé beállhat. Amúgy. Tehát számomra ez a második legjobban sikerült kialakítás. Mi? Igen, tudtam, hogy lehetséges ledobod a láncot. Én nagyon sok képmutatást érzékelek a karakterbe, de inkább a nézőktől. Hát, hogy ami engem inkább zavar a karakterbe, az nem is igazán a karakter, hanem annak a fogadtatása. Várja, megpróbálom így felépíteni a gondolataimat, hogy akkor egyiket kövesse a másik. Mert összeírtam valamit. Igen. Tehát számomra a Giganotosaurus az pontosan annak az évtizedes hisztinek, meg minden ellenérzésnek az eredménye, amit a fanok úgy felhalmoztak. Tehát, hogy mindig azon ment a problémázgatás, hogy nem realisztikus a karakter, és lehetséges, hogy amúgy ez itt tényleg nem valósult meg külsejét tekintve, viszont a jellemét tekintve szerintem ez már azért realisztikusabban sikerült, viszont a külseje már elrontotta az egészet. Az emberek nagyon nem szerették ezt a fajta kialakítását, hát akkor ezek szerint te is közeljük tartozol. Ahogy láttam, igazából közutálat tárgya lett. Szerintem rohadt jól sikerült ez a karakter. Nekem külsejét tekintve rohadtul tetszik, és az emberek nagyon kiakadnak ezen, és amúgy ezt te is mondtad, hogy nem így nézett ki igazából az állat. Na most, ami az Evolutionben van, én gyűlölöm azt a kialakítást, szerintem végtelenül unalmassá sikeredett. Ez volt a Jurassic Podcast második része, szívesen nem. Figyelj, szerintem igazából azzal nincsen gond, hogyha nem klappol. Nem, a, csak a félemény. Annyira lesokkolódtam, hogy beszélni nem nagyon tudok, de igen, folytasd! Folytasd nyugodtan! Volt egy elképzelésem, hogy lehet, hogy hagyj majd egyszer a légzésed, de mindegy... Kicsit meleg van itt, úgy érzem. Mit én nem tudok elnézni a nézőknek, az, hogy folyamatos... Számomra a mai napig olyan, mintha a nézők nem fogták volna fel, hogy ezek az állatok, ezek nem dínók. Ezt senki nem akarta felfogni. És értem, volt ez a prológus, ez az első 5 perc jelenet a filmnél, ami azt hivatott volna szolgálni, hogy igen, ezek realisztikus dínók lesznek, de a közutálat miatt ezt kivágták a filmből, szóval én ezt nem tekintem kánonnak. Hát de kánon, dehogy nem. Meg valami, jó, a bővített verzióba beletették. Hát jó, de most attól, mert tehát, hogy a bővített verzió attól kánon. Úgyhogy az kánon. Jó, ezzel nem vitatkozok, viszont a kánon is úgy van felépítve, és amúgy ez egy kurva vicces dolog, nem tudom, hogy neked feltűnt-e, bár szerintem biztos, amikor bunyózik a T-Rex-el, a giga, és aztán elmegy,
lehet látni a farkát teljes egészében, és ott van egy ilyen kis seb, egy kihagyás Igen, farkán. igen, tudom. És az van a klónban is. Igen, tehát, hogy igen, hogyha valami felbaszott, az az, hogy ugyanazokat a modelleket használták a történelem előtti. Ez engem is felbaszott, igen. De várjál már, tesó, ezt ti leklónoztátok. Nem lehet ugyanolyan, de a Oviraptor is ugyanúgy néz ki. A T-Rex rátettek szört, és ez már is más. Tehát egy nagyon gagyi, unalmas húzás volt. Én sem szeretem volna megcsinálni. De most egyébként nem akarlak félbeszakítani, mert Isten ments. De ezzel viszont most muszáj vitatkoznom, én amúgy el szoktam fogadni véleményeket minden, de viszont ezzel muszáj vagyok vitába szállni, hogy tehát, hogy oké, hogy ezek nem a franchise-ban nem valódi dinókként vannak támogtatva. Igen, mert hogy ugye béka DNS, meg mai állatok, meg minden. Én ezt elismerem, de van ennek egy olyan oldala, ami már a túlzás, és az ez. Tehát Én nem érzem túlzásnak. Hát pedig ez már, ez de. Tehát azért például ott van, most mit tudom, Dilophosaurus, meg mit tudom én, Triceratops, az összes, kivéve a Baryonyx magiga. És tehát azok olyanok, amik még ebben szépen beleférnek, mert nem túl, nem tér el annyira a valóságtól, jól néz ki minden, de ez már tényleg az, hogy ez már annyira eltér, hogy egyszerűen ez már egy szörny, és ez indokolatlan, ez csak azért, hogy menőbb legyen, és ez a giga már tényleg egy túlzás amúgy, úgyhogy meg a prológusban is ott van, tehát hogy elvileg a múltban is szerintük, hát ez egy így nézett ki, és együtt élt a T-Rex-el, mert miért ne élt volna együtt, miközben is egy fasság. Ahogy leszűrtem a videókból, hogy érzékelem, neked a Dilophosaurus a kedvenc állatod, és nyilván én nem akarok személyeskedni, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy ezt nem úgy fogod venni, de ez az állat a legjobb példa erre, hogy mindenki ki van akadva a Giganotosauruson, de az első film miatt mindenki elfogja a Dilophosaurust. Itt én érzek egy képmutatást, hogy ez az állat rohadtul nem így néz ki. De hát itt mindenki elfogadja, hogy jó, igazából ez csak génkezelt, ez nem így nézett ki, sokkal kisebb gallérja van, jól néz ki, közkedvelt, ezért el van nézve. A Giganotosaurusnál meg mindenki ki van akadva. Igen, én itt egy képmutatást érzékelek. De miért? Tehát azért, mert a Dilophosaurus annak ellenére, hogy gallérja van, nem néz ki szörnyen, tehát nincs teletolva tüskékkel, nem rohadt a foga, ergo szép ajka van, az amúgy úgy néz ki, mint a valódi, nem teljesen, de hasonlít rá, annyi, és az nem szörnyként viselkedik, az egy állatként viselkedik, és az ennyire nem egy undorító dizájn, mert az szép, szép a színe, minden. Na de látod, ez ízlés kérdés, ez nem egy objektív dolog, hogy most szép vagy nem szép, hogy valakinek a Scorpio is a kedvenc karaktere. Tehát ez a kizlés kérdése. Hát a Giga, most kinek... viszont a Giga akkor is egy túlzás, plusz a Gigát az sem védi meg, hogy a múltban látod. Itt ez a legnagyobb baj. Hogy ő úgy van kezelve, hogy ez egy múltban lévő, így nézett ki. És itt ez a legnagyobb baj a Gigában. Még ezért a ezért nem tudom komolyan venni, mert van az a kiharapás a farkába, és ezért gyűlölöm az egészet, hogy te volt pofát bazd meg az előzménybe beletenni ugyanazt a modellt, igen, mint amit ugyanolyan elhasznál. Sebek bazd meg, tehát hogy... Mondom, menjél már a picsába, tehát a bioszín, arcán is. A bioszín az annyira egy profi cég, hogy úgy képes lekulni az állatot, hogy pont ahogy kinézett, érted? Ennyi. Olyan technológiák bazd meg, tehát ez akkora fasság, de... Én mondom, húz a picsába. Mondom, én ezt nem hiszem el. Nagyon rossz egyébként. Mondom, én inkább ízlés kérdésének tartom, tehát én azért nem tudom komolyan venni azokat, akik elítélik a Giganotot, mert mondom, kösz. Itt van a Dilophó, akit meg... Kösz. Tudom, hogy idiótán hangzik ez az egész, és nem személyeskedni hívtál meg engem, de mondom, én egyszerűen nem tudom így komolyan venni, hogy Dilophot elfogadják, a Gigát meg nem. Hát jó, mindegy egyébként, de a Dilophot még így... De kb. Érted, hogy mire akarok igen, kiukadni. Értem, de akkor is a Giga az egy rosszabb dizájn annak, akkor is. Rohad a fogad, hát szarral. Tehát, hogy... meg már nyilván én a Dilophosaurust imádom. De most nekem is jobban tetszik várjál, ez a dizájn. Most, hogyha alapból megnézed a Dilophosaurust összecsukott gallérral, az arról te megmondod, hogy na te egy Dilophosaurus vagy.
Mert olyan a feje, olyan a taraja, ajka van, mint egy kis kölyök, igen. Igen. Egy pici de hogyha te megnézed a Giganotosaurus-t, arról te nem fognád tudni megmondani, hogy ez most egy tényleg egy Giganotosaurus, mert ez lehetne Carcharodontosaurus, ez egy elfusserált Saltirex is lehetne, ez lehetne Mapus, ez literálisan egy dino. Én erre csak ennyit mondani. Hogy igen, hát ez viszont egy dino. Ez egy olyan látod? Fajta kérdés, ez egy olyan fajta kérdés, ami a dino fanoknak szól, mert legyünk őszinték, azért, aki nem dino fan, azok az emberek csak az ilyen nagyon basic dolgokat tudják, hogy Velociraptor, T-Rex, Triceratops, talán még Allosaurus. Tehát, hogy nincsen... Meg a Stego. Ja, hát meg a Stego. Tehát az embereknek a többsége azért nem nagyon van tisztában ezekkel a dolgokkal, hogy jó, ez valami húsevő dino lesz. Tehát, hogy én is mikor családdal megnéztem, nyilván úgy kb. Képbe voltunk a dolgokkal, hogy jó, oké, ez itt egy Teresinosaurus, tehát hogy kb. Mindenki vágott minden, de nem kérdőjelezték meg, hogy úristen, hát ez nem így nézett ki egy giga. Tehát igen, egy csomóan a létezéséről se tudtak ennek az állatnak, hogy volt Giganotosaurus. És én szerintem ezért is haragszok rá, mert most így a köz tudatban így fog elhíresülni a giga, hogy egy ilyen tarajos, tüskés, rohadtfogú szar. És én ezért is amúgy megértem rá. Az álláspontodat, hogy miért haragudhatsz rá. Igen. Tehát, nekem tetszik a kialakítás. Én azt elfogadom amúgy, meg sokaknak, tehát azt meg tudom, mert amúgy, hogyha most objektíven, nem, tehát most úgy nézem, hogy nem, mintha nem én nézném, és nem a Jurassic Franchise, hanem egy dino, akkor jó, ez menő, néz ki, van taraja, minden, de a Jurassic Franchise én számomra, mert sokak számára nem azt képviseli, hogy most egy nagy tüskés izé legyen, hanem hogy azért állatokat, meg mindegy, tehát érted szerintem. De amúgy abszolút meg tudom érteni, hogy amúgy ez tetszik neked, mert amúgy meg úgy menő, meg most itt amúgy, mint Andagonisáról beszélünk, a dizájnilag, hogyha azt nézném, hogy egy ilyen gonosz, ijesztő dino, akkor annak jó, tehát annak megfelel, csak amúgy nem felel meg semmi másnak. De annak jó, szóval, ja. Na, és akkor... Tudom, nekem itt a külsővel ez volt a legnagyobb bajom, hogy... Jó, megértem. Hogy ezt az emberek tehát... mai napig nem tudják valamiért befogadni, hogy ezek nem igazi állatok. Mondom, a prológus elkúrt mindent. És ez itt a fő. Így már nem tudom. Igen, így már nem tudom megmenteni. Ez a legnagyobb baj, igen. Meg, tehát hogy mondjam, tehát... Én a Baryonyxnél is elfogadom, hogy az nem egy valós állat, de nem tetszik. Hát igen, ez a kérdés. Mert oké, hogy biztos, hogy krokodil DNS-t használtak, vagy alligátor, de akkor is, tehát én szerintem, én mindig azt nézem, hogy azért vannak dizájnok, és azért ezeknél lehet jobb dizájnokat is csinálni szerintem. Annak ellenére, nem, hogy nem ilyen... Nem férthatom. Érted, tehát hogy... Ja. Na jó, mindegy, dizájnt azt nagyon kibeszél, és akkor még, hogy annyit szeretnék, hogy tehát mint fő antagonista, szerintem úgy ez a legszarabb. Tehát ez semmit nem csinál a film alatt. Kuka, szevasz, tehát hogy... Tehát, hogy... Megint rage-elnem kell. Tehát mi volt a filmnek a marketing kampánya? Ezt te is biztos láttad meg minden. Tehát itt a Giganotosaurus. Igen. Ő a Joker. Aj ne, igen. Tehát ilyenek a világot. Tehát igen. Tehát látni akar, hogy elég a világ. Meg hogy ő egy nagyon gonosz, meg minden. Tehát... De kérdés és, ezeket hallgatni, igen. Tehát ez alapból már borzasztó. És a filmben én rohadjak meg, de ilyen állati viselkedést nem nagyon tudnék még egyet mondani. Tehát ez tényleg bazd meg úgy viselkedik, mint egy egyszerű állat. És ez jó benne. De igen. Miért van úgy beállítva, hogy ő a gonosz, meg a fő, amúgy meg alig látjuk, tehát nem tudom, hogy lehet valaki fő antagonista úgy, hogy a szereplőkkel kétszer találkozott, plusz egyszer látták, hogy megzabál egy szarvast. De szegény nem is ölte meg, hanem csak a dögöt vitte el. Szóval még azt sem lehet rámondani, hogy megölte. Igen, tehát ez az, hogy fő antagonista, és senkit nem öl meg a film alatt. Nem csak az emberek közül, de még azt a rohadt szarvas sem ölte meg. Hát könyörgöm már. És látod, gonosz, és... Nézőknek ez a másik hisztie, mivel én már megint nem tudok mit kezdeni, mert tényleg én az elmúlt években folyton azt hallgatom, azért esztetik a Jurassic Parkot, hogy hát itt ilyen vadállatok, meg hogy igazából nem is ilyenek voltak, és akkor tudod, jön mindig ez a sztereotíp kérdés, hogy mit, te ott voltál? Tehát, hogy jogos a kérdés, hogy oké, ez egy állat,
hogy azért szerintem nem kis cica effektus volt egyik sem. Na mindegy, itt a nézők végre tényleg megkapták azt, amiért éveken keresztül nyavajogtak, hogy jaj, ezek nem ilyen izé vadállatok, tessék, bazd meg, itt van. És nem Igen, tetszik nekik. hát de Miért miért nem nem tetszik tetszik? nekik? Mert úgy van beállítva a filmben, hogy mégis ez az állat, ez egy gonosz, és a marketing is erre alapozott. De az a marketing, az teljesen más. Tehát, hát hogy a jó, de film most, hogyha egy megadta átlag a nézőnek azt, amit akart. Hát jó, Ezt de most, akarta, hogyha egy ne átlag legyen néző agresszív. elolvas egy cikket arról, hogy itt lesz egy gonosz, akkor most azt fogja elvárni, és akkor csalódni fog, ha azt nem kapja meg. Érted, hogy mit mondok? Őszinte leszek, tehát én fanolom a meg te is. Tehát, hogy mi máshogy állunk hozzá, nekünk azért több érzelmet kivált. Hát hogy, viszont persze. Azok az emberek, akik tényleg csak, hogy jó, Jurassic Park első filmet nagyon szerettem, beülök, megnézem, hát figyelj, elment. Ennyi. Tehát, hogy amint kilép a moziból, el is felejti. Az Hát, emberek igen. többsége, akik nem rajongók, azok nem kattognak ezen. Teli beleszarják, hogy most milyen lett ez a karakter kialakítás. Nem fordul meg a fejükbe. 5 percig még megvan a külseje, jó, valami zöld dínó volt, meg Jeff Goldblum. És ennyit. Elfelejtették az egész filmet. Ennyi Igen. volt. De akkor is, tehát mint főantagonista, ez borzasztó. És tényleg, tehát, hogy tehát még az Indominusnál, meg az Indoraptornál indokolt volt az, hogy megöljék, még azok azért meg is érdemelték, meg a Scorpius is. Ez nem. Tehát, hogy hát ő... egy szegény nem. Semmi. Tehát ez, annak ellenére, hogy tényleg utálom ezt, ahogy kinéz, semmit nem tett, hogy azt érdemelje, hogy nyakon szúrja bazd meg a Terizinosaurus. Tehát, hogy így az egy annyira... Én szerintem az egy kellemetlen jel, az cringe. Meg mert az... menő, mert tényleg jól néz ki, de most bazd meg. Miért? Azért haragszok nagyon a Colinra, mert ő csinálta a Wordöt, és ezek után ezt lemered tenni az asztalra, hánynom kell. Igen, igen. Meg, tehát mindjárt mondhatod csak még annyit, hogy oké, okay, hogy gonosznak van beállítva, és akkor sokan azzal mondják, hogy azért, mert hogy a múltban a múltbéli giga megölt egy T-rexet, és akkor ezért bazd meg öljük meg a klónt, ami lófasz nem csinál. És annyit csinált a T-rexel először, hogy megharapta, tudod, így elzavarta. És amúgy az a harc, nekem az az egyik kedvencem az egész franchise-ban, amikor először találkozik Rexi meg a Giga, és nem fogom Zebnek hívni, mert nem vagyok fogyatékos. Igen, mert ez a neve. Nem, aha. Hagyjál, bazd meg, geci, ilyen hülyeség. Mindegy. És akkor harcolnak, megharapja, és akkor a T-rex szépen elmegy. Tehát ez a legállatibb viselkedés az egész franchise-ben. Ez olyan jó volt lenni, hogy két ragadozó nem gyilkolja egymást, hanem az erő, nem a, gyengé, mennek, a hanem... gyengébb ott hagyja az erőset, mert nem akar meghalni. Zseniális. Erre a végén nyilván megy a halálig a harc, mert hát a 12 éveseket is ki kell elégíteni, de nem sikerült. Nagyon, nem lát, nagyon nem kellemetlen volt. Nagyon. Tudod, hogy te letettél egy Indominus fightot, van pofád elém állni egy ilyennel? Borzasztó, bazd meg. Tehát annyira hiányérzetem van, hogyha megnézem. Tehát alig látsz semmit a csatából, mert nem látod, tehát az embereken vannak kamera. Nagyon felbaszott. És az leszarom az embereket, nem érdekelnek, akkor legalább már lássam a dino csatát. Hát nem. Igen, és amúgy a rendező el is mondta, hogy ez a film külön az emberekről fog szólni. Mondom, ez tök király, mely kurvára nem ezért ülök be. Végül se, szerintem senki nem azért ül be, hogy emberek, hanem a dino. Hát... Kérdés viszont, igen. Léd, hogy igen. És én ezt rohadtul nem értettem, Giganotosaurus rádől a Terizinosaurusnak a karmaira. Ez tényleg képes volt megtartani? Én ezt nem akartam elfogadni, hogy nem tört bele a kész feje. Mármint abba, hogy neki megy? Hát, hogy neki megy, és a Terizinosaurus megtartotta, ahogy rádől a Giganotosaurus. Tehát, hogy nem borult volna meg egy kicsit, vagy nem tört volna hát... bele a kurva keze? Szerintem nem tört volna el, de egy több tonnás állatot tartasz meg. Igen, tehát azért fura, mert úgy nem nagyon, tehát hogy mondjam, tehát neki lökik, és a Terizon nem nagyon megy hátra, érted? Hanem csak így, tehát hogy szar a CGI jött a fizika, azt kell mondjam. Aztán ugye, aztán már nem bírja el, hogy a másik oldalra dől, tudod, ott már leesik a karma. És aztán kihúzza belőle. Hát nagyon, nagyon figyelj, szar én erre csak azt mondom, hogy valamit ki kellett találni, hogy kinyírják, és akkor... Hát amúgy tényleg szegény, nem csinált semmit. Hát, akkor... Nagyon indokolatlan volt ez a megölése. Meg tényleg úgy nézett ki, hogy a T-Rex végre el van picsázva. Kedvenc karakterem a franchise-ba. Bazd meg! Igen. Hát, hogy nem baj az, hogyha megölöd. Hát de.
mármint, hogy én azért azt sajnáltam volna, hogy egy csiska giga megöli a Rexit azért, tehát szerintem annyira Nyilván ne. sajnálni sajnálom, de hány ingert kapok attól, hogy mindig a hőszerepébe díszeleg a T-Rex? Én nem, erről majd egyszer beszéltünk, mert én ezt nem teljesen így gondolom. Nem Nekem tudom. egy problémás helyzet, Meg hogy tudom egyszer... érteni, de én szerintem erre vannak jobb magyarázatok, de amúgy mindegy. Ez ilyen nézőpont kérdése megint szerintem, hogy Igen, most ez kinek amúgy az, ez mi az. befogadható. Nyilván. Még annyira akarok kitenni, hogy tehát mint gonosz, ez rossz. Tehát semmit, nem gonosz, egy állat, ennyi. És, tehát hogy a felvezetés, bazd meg. Tehát, van gigánk, és akkor ott alukál. Igen. Tehát bazd meg. Tehát ez mindent felülmúlt. Tehát, hogy ennyire... Ne is, itt Lengedték. semmi törekve, tehát még a törekvés álltam, még a Spinónál azért láttam, hogy nagyobb a tűresznél hang, de itt nem. Meg a prológusban is, ami a filmes 5 perce, már meglátod amúgy a gigát, tehát ott még, érted? Meg ez is, hogy Igen, alszik, az a tehát varázslat elveszett abszolút. belőle. Meg ez, hogy így alszik először, tehát hú, de gonosz, félek, alukál. Meg a moroszt is oda megy hozzá, ijesztő. Hát jó, ott az lehet magyarázat, hogy a krokodil is néha azért megengedi, hogy izé kiszedjék de, belőle. Tehát azzal nem volt bajom, hogy ilyen állati viselkedés, csak akkor meg nem a fő izének, igen, tehát. Na mindegy, ja. Tehát én annyira többet nem akarok még rage-elni erről a gigáról, mert erről, ez borzasztó, tehát ez még a Scorpiusnál is rosszabb, szerintem. Meg szerintem én is amúgy mindent elmondtam, amit szerettem volna. Igazából ez a kétfajta probléma. Aha, igen. De mondom, inkább ez is a nézők felé, ami megnyilvánult a karakteren keresztül, hogy igazából semmi se jó. Tehát tök mindegy, mit csinálsz, így is, úgy is. Mindegy. Igen. Hát még a hangja, hogy nekem az nem tetszik, ez tényleg szubjektív, de olyan erőtlen. Ez nekem. Gagyi. Igen, gagyi. Szar. Meg azt a Scorpiusra nem mondtuk, de ott meg még szarabb. Olyan ilyen disznó hang, vagy én nem tudom mi az. Ja, igen. Na, ja, igen, és amit igen. még a gigával kapcsolatban hozzá akartam volna fűzni, hogy ketlenek lettek. Tehát az első két filmben felvezették ezt a hibrid szálat, tényleg a Indoraptornál úgy nézett, hogy kibontakozik, és elindultak a harmadik részben egy teljesen másik irányba. Igen, 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 sajnos. Ez nem áll basszus, tehát legyetek már tökösek, mert mindenkinek sírt a szája, hogy jaj, hibrid dínok, igen, bazd meg, ez a trilógia erről szól. Igen, és ez is csak azért, mert hogy a nézők akarata, és hogy ez van akkor, hogyha ezért nem szabad annyira, a nézőkre ezért hallgatni. Pontosan. Vannak dolgok, amit lehet, például visszahozzuk a Dilophosaurust, én ennek örülök, csak nem ilyen formában, de a világuralom egy az tényleg egy másik podcast. Én azon besértem, hogy a Dilophosaurust hogy le tudták, mondom, húzz a picsába, amikor bazd meg. A nyakát elkapja. Igen, mondom, ne, hagyjál de békén, biztos, hogy nem. Szarú volt megcsinálva, de az értelmes. Mert ott azt azért fogja meg a nyakát, mert Owen ismeri a dinókat, és a Dilophónak van két méregzsák, méregmirigy, és azokat összenyomta, így hatástalanított, és nem tudott köpni, ha megnézed, kifolyik a száján, és utána igen, láttad. Láttam. Jó, szóval de ez egy olyan jó, dolog, ez egy jó jelenet, csak... Igen, ez egy jó jelenet a rajongóknak. Amúgy egy geci szar jelenet. Hát mert szarul igazából... van megcsinálva, nagyon szar az a báb. Meg olyan, úgy fog rá, bazd meg, mintha ilyen... Na mindegy. De nekem nem a bábúval volt a bajom, hanem azzal, hogy hatástalanítja, hogy körülveszi több Dilophosaurus. Igen, és helyet. Egyet elizéli, és akkor... Mi az így elszublimál, hogy na csumi. Mindegy, úgyhogy ezek szerint erről is beszélgethetnénk többet, de igen. Akkor nem megyek bele, mert és akkor ez is így... egy szívfájdalom. Igen, és akkor így a zárásnak akkor ugye rangsoroljunk, hogy... Na jól van, nézzük. Hogy... Gyorsan, hogy ugye a, mi lenne neked az első, második, harmadik, negyedik, ötödik? Mert akkor csak kezdtem, én amúgy tudom. Az első legyen a legjobban sikerült, igen, vagy hogy az melyik a legjobb, rosszabb? Melyik a legjobb antagonista? Az a legjobb. De szerintem kezd az ötödiktől egyébként. Akkor a legszarabbtól a legjobb? Aha, aha. Oké. Okay. Számomra a leges, legrosszabban sikerült karakter az a Scorpio lett. Érdekes, érdekes. Azt hittem a Giga. Nem, az a negyedik. Tő aha, lett a negyedik, aha. A Giganotosaurus, a harmadik lett az Indoraptor, uh-huh. A második a Spinosaurus, és az első az Indominus. Uh-huh. Ez egy jó lista egyébként. Hát nekem egyértelműen a Gigantosaurus van az ötödik helyen. Ki gondolta volna? Tehát ez úgy mindenhogy szar. Igen. Aztán a negyedik a Scorpius, ahogy, igen, tehát nem részleteznem miért. Szerintem érthető volt. Már részleteztük szerintem. Szerintem egy 40 percig. Hát és jaj, akkor, na itt már kérdésesebb, hogy itt nagyon nehéz a döntés nekem.
hogy a második vagy a harmadik melyik legyen. De én harmadiknak a Spinosaurus-t mondanám. Én azt mondanám, mert az még annyira nem, tehát az egy még egy visszafogottabb ábrázolás, így antagonistaként. Abban még jobban érzem az állatot, de egy jó antagonista nagyon, igazából az első három helyez erős. És akkor a másodiknak mondanám az Indoraptort, borzasztóan ijesztőt, brutális, és az első helyre természetesen az Indominus tenném. Én szerintem azon nem nagyon lehetem úgy vetekedni, tehát az Indominus a legjobb antagonista dino a Jurassic franchise-ban. Igen, és amúgy tök érdekes, hogy ő volt az első ilyen, de, hát hogyha nem nézzük a Spinosaurus, tehát hogy ő volt az első ilyen szárnypróbálgatás, hogy tényleg igen, akkor csináljunk igen. egy ilyen vadállatot, és amúgy ez sikerült a legjobban. Abszolút, abszolút. De ezt nem tudták megugrani a folytatásokban, hiába próbálkoztak vele. Ami amúgy valahol szomorú, mert azért tovább igen. kéne folytatni. Tehát, hogy... Szerintem is. Hát, jól van. Én szerintem egyébként mindent kibeszéltünk ezzel az öt antagonista dinóval kapcsolatban. Én is úgy érzem. Én nagyon élveztem egyébként ezt a podcastet, szerintem marha jó volt, jót elbeszélgettünk, az is jó volt, hogy sokszor nem egyezett a véleményünk, ergül nem ugyanazt mondtuk, hanem tudtunk kicsit ugye vitázni is. Én ezt abszolút pozitívan éltem meg, úgyhogy itt látjátok most a képernyőn a kettő listát, hogy az enyém és kedves Arthuré mi a lista. Úgyhogy szerintem ennyi volt ez a második podcast. Arthur vagy Purple Fright, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mert hogyha visszagondolok, nem igazán volt még alkalmam ennyire durván beszélgetni a Jurassic Park franchise-ról, vagy World-ről. Nekem ez új volt. Ennyit beszéltem erről az egy témáról. Igen, és videókat azt emlékszem régebben töltöttél fel, de ha jól tudom, már nem elérhetőek. Őszinte leszek veled, lehet, hogy volt, viszont ahogy nem ja igen. Trailer reakció igen. biztos volt a Bukott Birodalomhoz, azt tuti. Igen, meg a prológus. Aztán visszanéztem, hogy igen. Jó, oké. Okay. Nem tudtam hozzáfőzni sokat, úgyhogy nem akartam ilyen alibinek fennhagyni. De igen, volt. Jó, rendben, úgyhogy még remélem Purple Fright a jövőben egyszer bármilyen podcast keretein belül beszélgethetünk, hiszen most vagy egy 5 egész podcastes témát feszegettünk így az adás alatt szerintem. Úgyhogy... Figyelj, én őszinte leszek, annyi mellékvágány gondolatom volt, meg ahogy érzem neked is. Aha, hogy, sok, ahogy ne. Szerintem amúgy még egy témát így körbe tudtunk volna ölelni. Abszolút, abszolút. Úgyhogy jól van, akkor még egyszer köszönöm Purple Fright, és akkor ez volt a Jurassic Podcast második része, a fő antagonista, a dinoszaurusz rangsor. Úgyhogy remélem tetszett nektek, és kommentbe írjátok le mindenképp, hogy amúgy ti mit gondoltok, hogyan rangsorolnátok ezt az öt állatot. Úgyhogy ez volt a Jurassic Lore Hungary, én Sanyi voltam, Purple Fright volt a vendégem, és a következő videóig, sziasztok! Sziasztok!